a sírom túrom, ha nem úgy áll. A nevem mélyen vésd el a padba, hát nem szerethetsz más. A transzisztor már óra rég lejárt, vele ezt majdnem csinítem. De a butonom, hát elmegyek, de hogy másén passzolnám. Bevitált ezután csak a taxin látsz, a hotelben tőlem vár. A bolán a gabin forál, engem látsz, a rúzsnyom engem vár. Jön pec voltam, de elég már, a sírom. Fegyverből hangőrrendel, csapán így szólt ez a pusztító tűz.
fiam itt a pénz és a puskán fogd, aztán menj imáns, hogy éreztem többé, már nem tartom a karomba. Még vártam egy percet, s ő azt mondta, hogy elmegy, soha nem fogja rácsok mögött élni az éveit. Fiammal jártam évek múltában, kis egész éjjel rabolgattunk. Fejünkön vérdi, sírhelyünk elkelt, és mások pénzét szórakoztunk. Aztán bérgyilkos fegyverből hangdörren telt, én tudtam, ez a pusztító tűz. Fiam, itt a pénz és a puskán fogd, aztán menj imán. Én érzem, hogy többé már nem tartasz karodban, szinte vártam egy percet, hát indulj el kérlek. Így szóltam hozzá, szaporázd a lépeit, itt a pénz és a puskám, fogd aztán menj imán. Még elmondtam volna, de a fegyver újra dörre, hát így érünk véget, és még az sem éltet. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit, soha nem látják rácsok mögött élni az éveit, soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Király, király, a béka király, 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 a béka király, 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 a béka király, 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 a béka király. Wow, jött a lány és csókokat nyomott rám. Király, hogy hisz a mesékben, még néhány királylány. Király. Király. 16, több valamint három spamidő, az erdőcs mezőt járám, eltűnődik, hová lőm az rím. Mely időn vitéz Mátyás király urunk, mennybe szállas érette Dafke siránkozunk. Igazság már az időtől nincs. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim
merengének télen, szép Dunán hömpölygő olaj tengerében. S eltűnődék, hová lőn az jég. Bécsnek büszke várá, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Buli, mert a jányom eladom. Lagzi Lajost vendégségbe meghívom. Az összes pipa dohányomat elszívom. Mert aki bújt, aki nem ére a nap fel kell. Lagzi lesz és punktum a jány el kell. Már is, hogyha nincsen ló, a dégedő nincsen játszom, mert nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szám már is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szám már is, hogyha nincsen ló. Ha de kombiné, kombiné, ha több kész kombiné, ha még az éjjel felhajtom majd én. Adaj a híd alatt, a Margit híd alatt, ad ott hagytod a kombinétodat. De már meg a kérő vajon hova bújt? Hát bizony a tablettásportól kinyúlt, vagy az ember piacon árulják már szegényt, tán elraboltatt a Terry Black a vőlegényt. De aki bújt, aki nem mire a nap fel kell, férjet kerítünk és a jány el. Ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Sziasztok srácok, itt van velünk Frogpati, John, Zsolt, Bendegúzbár, Esi, Noémi, ezt a szó közben írt, hogy mennie kell lovagolni, és sajnálom, mert ezt a live-ot várta. Egyrészt visszanézhető lesz, másrészt nyilván jó szórakozást kívánok. Émi Hammer is megérkezett, Anna is, Bajtíz is, és igen, terveztem már a ajándékozást, Esi is itt van. El is sütöttem, méghozzá Anna kapta, innen is GG Annának, ő kapta az egyik tagságot. Ez hülye. Szeretnék még egyet ajándékozni, arra mondtam, hogy ez hülye, bocsi srácok, csak megakadt. Tehát, hogy konkrétan benyomtam, azt megakadt. Fél pillanatot kérek.
Fél perc, srácok, addig volt egy ilyen kérdés a cseten, mindenki írja be a kedvenc emojiát, ha van tagságos, akkor tagságos, ha nem tagságos, akkor a sima kedvenc emojiát. Köszi, köszi. Ki is ment az ajándék? Ki is ment az ajándék? Közben Varnyú is megérkezett, illetve Ninja, Chassi, Chris Hung Gaming, Andrew Emmett Studio, üdvözletem, Custom, jelentkezni kell, és normálisan játszunk négyesével, mert úgy tudunk előre haladni. Mondanám, hogy megyek játszani, de lehetséges, hogy holnap törődik. Persze, első, hogy tanuljatok, srácok, és akkor utána tudtok jönni, meg visszanézhető lesz, tudtok szurkolni. Kakilos szesz a Patinak, és kikapta a tagságot, nyerte. Hát Ninja, gratulálunk Ninja, írjál Discordra, és akkor te is tudsz hangba lenni a játékokban, mindig annyit kérek, hogy nyilván ne káromkodjunk, a másik pedig az, hogy amelyik játékkal te is játszol, ott csatlakozz be hangba. Így van, első a tanulás, így van, pályaorientációs nap lesz. Na most lépek be, ez azért történik, srácok, azért is ajándékoztam az elején, mert már tapasztaltuk, hogyha én belépek live kezdés előtt, és aki nincs belépő, azt nem jelzi ki a Fall Guys, úgyhogy most lépek be, jó? Be kell írni a neved, meg jelölned engem, Andrew, úgy tudsz jönni. Úgy tudsz jönni, úgyhogy srácok, én ezt a kettő tagságot terveztem már a meglepetésnek nektek, remélem, hogy örömet okoztam annak, aki nyerte. Most körülbelül 12-3 embernek lejárt az egy hónapos tagsága, van lehetőség megújítani, vagy mindig szoktam mondani, hogy bizakodni kell abba, hogyha esetleg egy másik tag is szeretne ajándékozni, hát ha újra te kapod, mint ahogy akár például most én is ajándékoztam. Nem baj, semmi baj nincs, ha használd az emojikat, és ami még a tagság mellé egy plusz, tehát nem csak a közös játék, hanem egyrészt ugye látod a heti live menetrendet a tagság fülnél, csekkold, és az is egy tök jó dolog, és használd az emojikat. Ninja, és örülök, hogy itt vagy velünk már egy hosszabb ideje, mert téged is fixen mindig itt tudom, hogy jössz. Esi, ez egy másik Esi felhasználó? Úgyhogy igen, a tagok tudnak gépről, még egyelőre mindig csak PC-ről működik az ajándékozás, és én nekem is azért kellett várjatok, mert meg kellett erősítenem, hogy kisorsoljam. Na, lépünk be, tölti, csak idő a betöltési idő. Milyen nevet folgálsz? Hát Andrew, ezt meg tudtad volna nézni már live előtt, nem bántásból. Zéti van itt. Á, rendben, szia Zéti, Fanni, hátad mögött vagyok. Nem hiszem. De azért megnéztem. Érdekes lenne. Érdekes lenne, Jana van csak itthon, de ő is nem sokan megy el dolgozni. Kicsit fáradt, meg álmos hangon van, de ismerik a játékot, fel fog pörgetni. Ez meg töltsön már be, még mindig fekete a képernyő nálam is, srácok. Egy 2-3 perc még betölt. Komolyan mondom. Na, kinek hogy telt a napja addig? Meséljetek. Csütörtök, lassan vége a hétnek. Azon gondolkoztam, milyen nap van. Már kéne legyen kép, miért nincs kép? Na, megint hülye. Most lesz kép, figyeld a varázslatot, abrakadabra. Na, jó. Megvagyunk. Megvagyunk. És mindjárt kapcsolom a Discordot is. Esi fixen jön az első csapatba, vele megbeszéltük. Mindenkit kérek, hogy ne káromkodjunk a hívásba, akik becsatlakoznak, és csak az csatlakozzon beszédbe, aki éppen játszik. Ez fontos kérésünk, jó? Köszi. Most kivételesen külön kérem. És akkor kapcsolom is a Discordot. Pati, jössz az első közt akkor? Mert látom, nincs nagy túltolongás. Hello! Igen, persze. Hello! Szia! Oké, Ninja, csak te is jelölj be, és úgy tudsz, behívlak én titeket. Van három jelölésem. Mi vagyok? Indián. Bajtíz. Ugye fészkem az felszívódott. Karát meg Hogó. Mindjárt akkor nézem, nem tudom, hogy miért nem mutassa. Elvették a fészkamom. Nézd a mocskokat. Hát semmi se akar összejönni, pedig kéne, hogy legyen. Nekem se akart ma. Nem jó. Semmi se akart összejönni. Nagyon jó. Megvan, megvan, megoldottam. Csak három szó nem mutatta meg. Na, hogy vagy fenn, Ninja barátom?
te vagy a Phantom szólóe. Úgy emlékszek. Igen, mondjátok, hogy Phantom szóló. Rémlik. Te vagy a Phantom, akivel játszottunk Unite-ba is, vagy az egy másik Phantom? Mert volt egy Phantom, akivel játszottam. Hárman vagyunk ugye már felírva előtt, meg gondolom most a tőzé. Nem látom. Miért fel. Az elején? Az, hogy lehetséges, fent vagyok. Nem. Jaj, amúgy ezért nekem ma nem akart elindulni a PS, és annyira ideges voltam. Ja, Ba írta, igen, akkor Ninja van a másik csoportban, mert a modik előnyt élveznek, ha tetszik, ha nem. Ezért meg lehet őket utálni. Na, akkor Ninja még ne gyere, te neked várnod kell egy 3-4 kört, megyünk, azt utána tudsz jönni. Na, de nem látom egyszerűen, tehát hogy én tudom milyen neved, de nem mutat téged. Próbálj rám joinolni. De senkit nem hívod be, pedig már mindenkit meghívtam. Pati, elfogadnád? Mert már 3-szor hívtalak meg. De igen, nem írja. Meg a Bajtiszt is hívtam már, vagy 3-szó. Fogadd el. Azt hogy lehet, hogy nem vagy bent a barátban? Hamarabb léptél be, mint én? Azért kértem, mert ha később lépsz be, van, hogy nem mutatja ki nekem. De nekem... itt sem vagy barátban, mi történt? Nem, mert szar a rendszer, tehát mióta átvette az Epic, nem úgy mutatja. Volt, hogy ki kellett lépni 5-ször, mire kijelezte, azért kérdeztem, hogy be voltál lépve, vagy nem? Igen, igen, igen. Hát akkor pedig kéne, hogy mutasson. Jaj. Ha már live előtt. 10 perc. Kezdődik a baj. 20 perccel előtt. Írd be a neved a csetre, Szia Emi. Nem. Kilépek meg, belépek. Jó, de attól nem fogja mutatni, mert nekem is ki kéne meg be. Jó, akkor figyelj, itt leszel végig, nem? Akkor elkezdjük a bajtízzel, és utána jössz, és akkor úgy is jó. Jó. Ott legalább láthatunk egy hangkróbát. És akkor Ninja mindenkit kidobott. Hát fergeteges. Nagyon jó kezdődik a live. Hát akkor kilépek meg vissza, hát most egy ember sem maradt benn, gyerekek. Szia Balázs. Majd írd be Balázs a neved, jó? Újra lépünk. Hát semmi se indul könnyen. Lényeg az, hogy nem vagyok időhöz kötve, akarom este 9-ig toljuk neki. Nem fogom amúgy, csak mondom. De az én lobbimból kidobott, úgy értem, Bajtiszt, te is eltűntél. És Hali, mindenkinek bocsi, csak szarakodás van már a live kezdésnél, mert 20 perce konkrétan szarakodunk. Dave, tudod, gyerekek, az, hogy én megjegyzem 4-5 Mongufta nevét, nem jelenti, hogy mindenkiét meg tudom jegyezni mondjuk egy hónapon keresztül, Balázs. Ne haragudj, fingom nem volt milyen neved. Azokat jegyzem meg, aki mondjuk 2 hónapja az összes live-ba ott van és írja folyamatosan, vagy jön játszani, mint például Fortnite-ba, valaki mondjuk minden Fortnite-ba 6-szor jön játszani, azt nyilván megjegyzem. De nem. Hát akkor nekem a Halloween az most szutyok lesz SSO-ban, mert nagyon farmolós, live-okon kívül keveset fogok játszani. Szia Kira! Behaltak az Epic szerverek. Ja, 16 óta szarakszik az Epic. Az jó lesz, gyerekek, ha nem tudjuk elindítani, vagy nem működnek a izék, akkor módosítás lesz. Én tudok tagságot ajándékozni. Ez egy nagyon jó kérdés, Ninja, hogy aki ajándéktagságot kap, az tud-e? Nem hiszem. Nem, szerintem nem. Csak hogyha megújítod sajátra később, utána tudsz. Meg csak PC-ről tudod egyelőre. Hát figyelj, a Patiti, Elzi, Bajtiszt, Phantom, Hoge, és ennyi. Tehát, hogy ennyi, akiket mutat. De azt írja a Bajtiszt, hogy lehet, nézd meg Ninja, hát nem tudom, ugye én azért mondom, nem tudom. De az Esi az nem azt mondta, hogy nincs is rajta barátlistádon? De te vagy miért nincsen? Hát eddig rajta volt. Én is hát ez az, hogy ezt írd már be Esi a neved a chatre, és akkor beírom, hogy mit mutat. Szia, Szandi! Nem azért azt hiszem. Igen, csütörtökön mindig jönnek ingyenes gémek, azt tudom, és bocsi, mindenkit egy kicsit ingerült vagyok, csak egyrészt fáradt vagyok, másrészt meg nem erre számoltam, hogy megint 10 percet szarakszunk az első meccs előtt. Így találsz meg. Hát én J betűnél kerestelek volna. Az hogy? Ja, Jen... Igen. Jenny. Nem azzal vagy fenn? De, azzal vagyok. Hát akkor... Mert jelez egy Astridot, hogy Epiken, vagy itt a Steamen a barátom. Nem. Mert van egy, te vagy az Astrid. Nem én vagyok.
Nem te vagy. Hát nekem, de az a Jenny, igen, kiírta. Jelölj már vissza, akkor valami eltűntél, de én nem töröltem senkit, úgyhogy nem értem. És hogyha a rendszer volt? Most jelöltelek be Epiken. Mi? Vagy nem Epiken, a Steamen, már se tudom mi van. Szuskolcs. Igazolj vissza, addig nem tudlak behívni. Már is. Nem tudom, mi ez a sok szenvedés, gyerekek, úgyhogy ez egy ilyen nap. Amúgy tök jó napom volt, meg minden, ez az egy, ami most így kicsit lehúz, meg az, hogy olyan retek fáradt vagyok. Barát meghívót egyáltalán nem látok. Akkor küldj te is, légy szíves. Az Epiken, vagy izé, már össze-vissza beszélek, mert bezavar a másik esik a felhasználón. A izé, Steamen küldtem, azt nem itt fogod látni. De, hát ezt... De elvileg itt vagy, barátba. Hát nem akkor értem. Meg ez én se. Erre most mit ott mondja? Ott mutatja, hogy fent vagy. Csinál ilyeneket, mert szar. Nálam meg nem mutat. Mindjárt rád keresek itt. Ez az marha jó. Mert a profilodat engedi, meg hogy more options, report és block. Tehát nem látok hívást. Request sent. Meghívtalak és nem jelez ki téged. Most nem mutatom, hát nem mutatom élőbe izé az egész felhasználódat, de hogy én nekem beadja. Szia Szabi! Ez nagyon jó. Valaki tipp, hogy hogy tudok Dave-re joinolni? Hogyha nem jelzi ki. Ez nem egy utolsó tipp lenne, mert konkrétan így el se tudjuk addig kezdeni. Na, most jelezte ki, hogy visszaigazoltál. Mert egy... Na. Ho-ho-ho-ho. Mi történt? Az Epic izé... kitörölt téged. Hát rohadjon meg. Hát de mi az, hogy kitöröl? Igen, Balázs, ha én hamarabb léptem be, mint te, azért mondtam el a live elején. Mindenki lépjen föl, aki akar játszani, mielőtt én belépek. Igen, én aki elmondtam. Már a live elején akar jönni, az lépjen be még a live alatt. A játékba? Hát én most hívtalak meg. Nyomok még egy invite-ot, már harmadik invite-ot küldöm. Ez hülye. Nem mutatok képernyő felvétel, de... Nekem se mondom, szia, Star Stable magyarul. Amúgy nekem sem mutattam, úgyhogy Dave invite-olt. És akkor hogy jöttél be? Súg már légy hát úgy, hogy igazából én csak megnyomtam, hogy ahol el lehet fogadni, aztán ott valamikor így random kiírta. Na most jó. De ott is Astridot ír, én nem értem, pedig eddig nem ezt írta, vagy átírtad? Nem írtam át, nem itt írtam át. Jaj Istenem! Na, most, hogy ennyi szenvedés árán túl vagyunk ezen az egészen. Üdvözlök mindenkit a mai videóban. Így van, mindenkinek. El fogjuk kezdeni a dolgokat. Andrew, te még a nevet se írtad be. Már mondtam ezerszer, srácok. Figyeljetek oda, modik, megkérlek titeket, aki épp nem játszik, nyilván most nem esi meg Pati, hanem es. Írd be az alapszabályokat, meg mindenben nagyon nagy az értetlenség. 4 meccset megyünk, a Stadium Star Show-val kezdjük, utána Extreme Squad, Squad Show és Solo, és utána van csere. És eddig a Ninja, illetve Andrew szeretne jönni, ő a Hoge, na, legalább az megvan Balázsot. Akkor megvan a kövi csapat, Ninja, Andrew, Balázsot, írjátok fel, legyetek türelmesek, srácok. Jó szórakozás, és vezessük le ezt a feszkót egy jó kis koronaszerzéssel. Szóval, akik ma itt vannak velem, az... Nem más, mint Mangufta Family és Frog Pati, az egyik moderátor társam a Mangufta Family csatornán. Dave-nek a csatornáját a leírásban megtaláljátok. És közérdekű közlemény, mostantól Instagramon Esi Kreati néven fogtok tudni megtalálni, ugyanis átneveztem magam. Már csak azért is, mert jobban tetszik ez a név, mint az Astrid Szembékör, mert az amúgy is hosszú. És már is kezdünk egy olyan pályával, amit amúgy szeretek, úgyhogy pajtások, sok sikert mindenkinek. Sok sikert, aki nem értené, hogy Esi miért beszél sokat, azért, mert Esivel megbeszéltük, hogy videóra rögzíti a meccseket, és lesz nála egy videó, úgyhogy most Esinek átadom az első pár körbe a beszédet, és a rédzselésért elnézést, igyekszek nem káromkodni, és attól függetlenül ugyanúgy üdvözlök mindenkit. Persze, Andrew, ha feltünteted a leírásba, hogy itt készült a felvétel a csatornáról, akkor lehet felvételt készíteni. Én nem mondom, hogy nem, minden nyílt, csak tudjak róla, és tüntes
fel a csatornát, ennyi a kérésem. Na, ezt a pályát én alapvetően nem kedvelem még a mai napig sem, mert ezen gyorsnak kell lenni, és Dave nem a gyorsaságáról híres. Én sem. És nem a precizitásáról. Jó, eddig tökéletes. Én meg ma azt hittem, megszabadulhatok ettől a pályától. Hát sajnálom, de a mai nap az enyém. Hát ez nem olyan hogy biztos. Most csaptak téged, kupán látom. Nem láttam semmit. Aki azt mondja, Mongufta fog nyerni, én erre mérget nem vennék. Az anyukáját megfogott. Ugye meg hülye vagyok, hasaltam egyet, de így is beértem. Jó, 18. Jaj, nem fogok beérni. Nem értem be. Top 50%, nagyon jó. Gyerekek, please, azért igen, a helyes írásra próbáljunk figyelni. Ezt tudom, hogy nagyon jó, hogy ajándékozok tagságot, de lassan már helyes írási szótárt kéne ajándékoznunk néhányak. Ott voltam a célnál. Ez sajnos ilyen. A cél közel van, de mégis oly távol, szokták mondani. Hát akkor Esi, mi megyünk tovább. Így van, haladunk tovább a pályákkal. Hát ja, most végig ez le? Most csak speedelünk? Jó. Bajba vagyok. Velem van a Fall Guys. Még jó, hogy kiestem. Nálunk mindig nyers, Dave. Nyers. Igen, nem vagyok megsütve. Nyers. Nyers, jól látom a javítást. Igen, nyers vagy. Nézd! Igen, még nyers. Hogy én ezekben mennyire nem vagyok. Olyan, hogy Emi majd tudsz jönni, bocsi, olvastam félszemmel, hogy meddig tart, nem tudom előre, de tudsz majd jönni, lesz még idő. Jó játékos vagy, Mongufta. Köszönöm szépen, csak nevével ír. Szia, babám. Jó munkát. Köszönöm. Mitőben a helyed? Köszi. Ó, lesz itt mit vágnom. Hát, legrosszabb esetben papírcsíkokat. Vagy hozzám jó pofát, ezt úgy ajánlatos. Hogy a kalapács vágná fejbe a tervezőt, mondta C-3PO a Star Wars-ba. Igen, gyönyörű íveket használva előzöm a babokat, ezek a babok megrohadtak. Nem létező íveket használta. Nem létező íveket használ, körbeautózza, au. Körbeautózza, hopp, ott egy Esi. Hát agya beteg. Oké, Esi hagyd menjen ott középütt. Ő úgy gondolja, hogy mindig középen kell menni, én meghagyom neki ezt a lehetőséget. Menj, ha hív az élet! Te zöld! Az élet az úr! Lekem szállj! Jó, várjál, ezért copyrightot fogok kapni. Hát ezért még nem, igen, kedvencemet énekled, a csizmaszárnyalót. Igen. Csizmaszárnyaló! Ide várnak téged! Hát a célnál várnak engem, de hogy beérek-e, az már más kérdés. Az úr! A Dave az De hogy vannak már emberek a 90-es passzív? Úgy, hogy naponta ezzel játszanak, amúgy aki ezen izél. Bazz! Nem, akarom mondani, pikahú! Tudod, akik dolgoznak, azoknak kevesebb idejük van játszani, mint például én, mert például én már majdnem egy hete zsinórban dolgozom, egy pihenővel. Én amúgy nem azt mondtam volna, Esi, hanem mondjuk más lehet, hogy nem 17 játékkal játszik, csak ezzel. Hát, igen, akár ez is. Benn vagyok! És bejutott. Pont kicsen tisztéte. Te is benn vagy? Én benn. Olyan szinten bent vagyok, hogy öröm ránézni. Jaj, de jó, mert 17. lettem éppen. Pikahú. Ja, igen, pikahú. Igen. Ezt elmesélem. 24 órásban a DV-k elmentek gratifonozni, és ugye a maga a beolvasó nem úgy olvasó, hogy Pikachu, hanem pikahú. Igen, és készült egy montázs a 24 órásra, aki nem szeretne 24 óráig engem nézni, bár nem tudom, hogy létezik olyan, de hogy gyakorlatilag az meg tudja nézni a 23 perces montást, és abba a néha kicsúszó, csúnya beszédet pikahúval helyettesítette senki lánya, nagyon jó csinálta, úgyhogy azért megpróbálok pikahúzni, amikor nagyon csúnyákat mondani. Ajaj. Ez most már másik pálya, várjál. Ez kemény lesz. Ez gyors lesz, tehát hogy... ebben én nagyon béna vagyok. Én olyan jó. Én nagyon jó. Tudom, ebbe Pati nagyon jó, csak én nem. Ebben én is jó vagyok. Akkor kiestem. Csak nem tudom, hogy... Nem tudom, hogy meddig fogom bírni, mert nem minden esetben jön össze az, amit szeretnék. Öt ember kell leessen. Basszus kurs pikahú! Kiestem! Igen, nem volt az első, kiesett!
Oké, okay, Esi, koncentrálj! Ja. Esi, rajtad van az összes, Esi is megborult, hallod, mint a páleszes üveg. Nagyon jó. Megborult még senki soha. Már csak egy ember kell kiessen, ne az Esi legyen. Ojjajjajjaj, Esit háttatóták! Hallod? Esi háttas. Jó, Esi bent van. Esi bent van. Balázs, letiltott a Nightbot, kérlek szépen. Csupa nagybetű és három emoji, az maximum három. Ne írj ilyeneket, Balázs. Hát már mióta itt vagy te velünk? Na, van vajon, egy kis boldogság az életemben. Valószínű, havi pár alkalommal el fogok járni. Lovagolni annyira vártam már, 4-5 éve ültem lovon. Na, hát ez tök jó, Emi. Azt mondják, a ló az terápiának is jó, egy kis rage game. Most visszafogott vagyok, Hunor, mert máshoz készül videó, ilyenkor azért igyekszek visszafogni. Jó, vesztettem. Ezt akartam mondani, ez a finálé, akkor ezt én örülök is, hogy nem vagyok bent, Esi, hozd le. Én mondjuk ebben is jó vagyok. Andrew, téged is ugyanúgy le fog császni a Nightbot, mert rád is vonatkozik a három emoji, mondtam. Igen, szóval mindenkire vonatkozik a vakvezet, ez a vakvezet világtalant effektus, amikor azt mondanám, hogy Pikahu, a másik meg azt mondja, hogy mondtam, hogy nem mondtad, hogy Pikahu, te Pikahu. Tehát kb. Szóval, Pati, kérlek, vedd át, mert nekem itt esélyem sincs. Dehogy nem. Én ebben már nyertem amúgy. A Pati már nyert ezt live-ba. De ne arra menj, esély másik irányba. Ne, ott tudom. Kimész a szélére. Jó. Tudom, nagyon jól tudom. Tisztában vagyok Pati veled, nézzük, olyan... hogy fogdós. Pati, az élő GPS-ed segít neked. Az első lehetőségnél menjen előre. Én vagyok az élő GPS-ed. Tudom, nyugi. Concentration, nagy concentration. Én ma úgy estem le ott. Nagyon szép. Próbálok nem beszélni most, mert... Igen. Nem akarom, és itt fáses. Nem zavarom de úgy, meg semmit, csak... Nagyon jó. Törj a csúcsra jó. Fel, hallod? Te vagy a szárnyaló sasmadár. Vége van. Lezuhant a sasmadár. Lelőtték. Rip madár. De ahhoz képest most de azért szép volt. Szép volt. Itt meg szép volt. Most Gigi. Megint nézzük a többieket. Igen, mert akkor kapjuk meg a jutalmat, csak még keresnem kell a helyet, de már nézegettem, tök jó. A izével tudod, a hosszú billentyűvel tudod a szó közt. Ilyen ja, igen. Ne írjál egybe. És Zéti, hogyha gondolod, csapasd meg a tagság, már mind... Na, az tudod, az én pénztárcámból menne. Tudod, a dollárjállal tudom. Igen, az esik pénztárcájában. Tanítom a gyereket. Persze, a legjobbra tanítod. Én mindig, minden esetben. Hát most is megmondtam, hogy először tanuljanak, meg menjenek el lovagolni, majd ráér live-ot nézni utána. Hát nehogy már szomorú legyen, hogy nem tudsz szegény játszani. Én örülnék, hogyha a programra mehetnék. Kicsit félek, hogy kinéznek, hogy felnőttként akarok lovagolni. Felnőttek is lovagolnak most. Az, hogy akkor kezded miért, el... Miért, aki oktat? De én értem, azt mondja, hogy ugye akkor kezdi, tehát hogy figyelj, nem ciki. Tehát ne bármikor szerintem el lehet kezdeni lovagolni, ez nincsen kórhoz kötve. Na jó, mondjuk érdekes lenne egy 80 éves valaki azt mondaná, hogy fel akar ülni a lóra. De... Erzsébet királynő? Amúgy igen. Tehát, hogy azért attól függetlenül a ló nem kórhoz kötött. Ú, de itt mi kemény ez a pálya, csak hogy közben így úgy nézzétek, hogy azt a mindenit hogy tolja. Tolja, neki rendesen. Na mit mondtok, a fekete, vagy ez a lilás, vagy ez a kék nyer? Én ennek a kéknek szintem. Na nincs erre szavaztok. Szerintem de kettő gyöltője, csak a másiknál kicsit több a föld. Á, most már nem. Dehogy hekkel, csak ügyesen játszik, mindjárt leesik. Igen. Ez nem egyszerű. Úgy, mindig annyira hülyén néz ki, amikor így vagos, meg minden, hogy így néha igen, olyan, hogy csak mutatja, igen, hülyén mutatja csak, igen, ezt tapasztaltuk mi is. Jó. Mint olyan Superman lenne belőle, vagy nem tudom. Igen. Hallod, meddig húzzák? Ott leesett. Szép volt. Igazából nem vagyok full kezdő, csak mióta elhalálozott a lovam, azóta nem ültem lovon. Á, ez értető. Ilyen szempontból, de jó, hogyha már úgy érzed, hogy újra lóra tudsz ülni, én szurkolok neked, Emi. Semmi, te is írd be a nevet, hogyha majd szeretnél jönni a harmadik csoportba, tudsz majd jönni velünk. Szereztem 15 koronadarabot. Na, ez az. 1500. 1998 pontot. Ja, igen. Köszönöm szépen. Szuper. Én mondtam már egy kört. Jó, az végül is első körnek szerintem tökéletes volt. Volt egy levelupunk. Na, 30-as lettem. Mondtam, hogy nagyon le vagyok most maradva. De hogy vagy lemaradva? Hát én 12 szinten vagyok előtted csak.
megyünk az Extreme Squadba, itt közösen számít nagy az eredmény. Nem, ez fájdalmas. Ennél elvesztettük. Hoge, négyszer megyünk, addig ne kérdezz meg minden átmenetnél, kérlek. Gyerekek, mindenki türelmesen várja ki a körét. Minden egyes mindenki kör fel van írva, nyugodj. Négy pályát jelent. Így van, és egyébként ez nem olyan vészes, mint például Fortnite-nál, hogy van 16-os várakozónk, meg hasonlók. Meg most már Unite-nál is mutkó, amúgy mindig többen voltunk. Ez chilles. Igen, tehát hogy azt kell mondjam, hogy a Fall Guys lett az, ahol azért nem na. Az van, hogy 15-en a nyakamba másznak, hogy de én jövök. Hello Anna, te kaptad a tapsot. Az a baj, hogy... Nagyon sokan na, nem ez nagyon kell annyira türelmesek, meg tudod, sietnének, mert csak egy órát kapnak a szülőktől, ez teljes mértékben érthető, viszont ne essünk át a ló túloldalára, mert utána meg az lesz a gond, és ezzel tiltatja le magát a csatornáról, igen. Utána meg csodálkozik, hogyha baj van, szóval. Na ezt a pályát közepesen szeretem, is. Nekem én attól függ, hogy hogy jössze. Megcsinálom, jó, megcsinálom, de nem a kedvencem. Nagyon szívesen, Anna, én gyerekek türelem rózsát terem, de aki elmegy, nem várja ki, az lecsúszik. Azt hittem, az kaktuszka. Szia József, Niki és Palacsinta. Szia, Niki! Tényleg, Esi, a hangunk is hallatszódni fog, vagy csak a tiéd beszél? Beállítottam rendesen. Jó, csak kíváncsi voltam, hogy mennyire... Amúgy amikor az Esi beköszönt, akkor esetlenek, hogy jobb, akkor amúgy az Esi videóhoz. Igen, akartam szólni. Jaj, te eshetünk le! De már nem toltam. Nem tudtam. Na, kiestünk, nem eshetünk le. Le ne esetek, mert akkor vége. Igen, tudom. Én nem már ketten kiestetek. Hát a Dave ezért hívják ilyen next, nem tudom milyen. Igen, Bajt íz is leesett. Aki korán kell, kaptusz lel. Igen, szia Zsolt, Irena, itt vagyok fel. Csak Overwatch 2, szóval tényleg chillt akarok, no rage. Engem már a játék kezdése felcseszett, hogy nem tudtuk beinvite-olni egymást, de attól függetlenül most már chillelek, és akkor jó chillezést kívánok rajtunk, Zsolt, mert konkrétan... Ez van. Azért van, hogy átérzem. Overwatch 2 jövő hét utána terve van, mi is ki fogjuk próbálni. Ki hogy van? Én nagyon jól tudom, nagyon-nagyon fáradtnak tűnök, de nagyon jó napom volt, csak elfáradtam. Bocsánat! Hajrá, krokodil! A krokodil bejut, az a Pati. Baj. Hajrá, Pati, szia, Dóna! Én vagyok. Bocsi. Juss be, megnézzük, mennyi pontot ér. Hát ez pont nem elég. Ez sajnos egy gyors halál. Kicsit beteg lesz a jobbulás. Nem baj, azért megpróbáltuk. Csak máskor a következő ilyennél majd figyelek, hogy nem szabad leesni. Tudom, mert én úgy mentem, hogy nem is figyeltem erre. Nem néztem, hogy az írja. Szép lett volna. Hát majd máskor. Igen. Na, akkor kövét. A következő squad. Így van. Amúgy ezért nem tudok jönni, mert szombatig dédmamámnál vagyok, nincs nála gép, semmi baj. Ez nézői, szia ez József Gyurcsány, igen, ez nézői, csak fel kell iratkozni magad, meg be kell jelöljél, meg ki kell várni a sorod, most jelenleg be kell iratkozni magad. Na meg iratkozzál fel, úgy egyébként is a csatornára. Meg Esire. Többek közt, meg Esire is iratkozzál fel. Meg Esire is. Illetve, ha tetszik, dobj egy lájkot, támogatni Superchat, Supermatrica a tagság és a tagok tagság ajándékozással tudnak, de az a legnagyobb támogatás, ha itt vagytok a live elejétől a végéig. Indulhatunk. Még a baj nem tudott kérni. Ja, megvárjuk. És aki szeretne követni minket további platformokon, megtalálhatók vagyunk Instagramon. Én Esi vagy Esi Creati néven, illetve Dave Monguta Family néven megtalálható. Így van, és így vagyok fent TikTokon, igen. Illetve Twitteren is. Igen. Van Twittered? Dave-nek van Twitterje. Nagyjából a Pokémonos cuccokat dobálom fel rá, úgyhogy még nem túl aktív, de... Azért már 6-an vagy 7-8-an követnek mongufták, úgyhogy meglepődtem. Az jó. Én vagyok az egyik. Én amúgy csak azért töltöttem. Merry Christmas! Tiszta promóciós ez a videó. Igen. Last Christmas, I give you my heart. Very next day, Szia Bella. I give it to Vaj. Ez most úgy hangzott, mintha az osztálytársaim mondták volna. Azon agyhalott vagyok, mert túl vagyok 2 Ázsia Express rész végignézésén, és lefáradtam.
De nagyon szeretem a műsort, szórakoztat, mellette Janát megleptem egy ajándékkal, nem mondom el, hogy mivel, majd ha ő akarja, akkor kirakja Insta Story-ba, vagy képen, valószínűleg kifogja, mert le kellett fotózzam, de majd ott meglátásátok, filter nélkül néven van, meg tudod nézni, mit leptem meg, és mellett azt mondanád, hogy Dave Burzsú és gazdag, nem, ez PayPal-os pénzemből vettem, amit eltettem játékra, és ahelyett, hogy vettem volna 10 000 játékot, neki vettem egy ajándékot, amit nem is tudtam, hogy tudok PayPal-lal fizetni. Ez tök jó. Ja, meg voltam lepve. Na, de hogy ne csak a promóciók meg a beszédek menjenek, toljuk a játékot tovább. Igen. Mik ezek a nagy labdák, gyerekek? Ne, ilyen nem. Banánokat dobálnak nekünk. Nem volt átesi jó rend, kislabda, nagylabda. Jézusom, mi ez? Jaj, a labdák, most nézzük engem. Hát de hallod, még csillagot is dobálnak. Hát ja, amúgy megsúgom, ez csapatjáték, és amúgy... akkor figyelnem kéne, mert írtó szarú teljesítek. De jó, hogy nem extrémben vagyunk, hogy nem squadva. Igen. Már kiestem volna. Én is. Most már kétszer is. Ja. A csillagok, csillagok. Ajajaj. Mi ez az éneklős videó, promóciós videós? Az lesz. Azaz, én próbálok kevésbé beszélni, hogy Esinek átadjam a stafétát, hogy sokat beszélje. Hopp, ott esett le egy Esi. Nem tudom, miről beszélsz, tényleg. Fogalmam sincs. Nem. Jó, tényleg, akkor már mindig be a gomba. Kicsit mese délután. Esi részt vett Citexnek a beszélgetős estéjén Discord szerveren, és no. Tök jó volt. Élveztem a beszélgetést, szóval innen is, ha valamelyik őtök nézi a videót, nem tudom, hogy nézi-e, innen is üdvözletemet küldöm. Nagyon jó volt. Majd küldi át linket, mi volt a téma? Képzeld el, hogy ugye van Citex, megint egy kis promóció, és ugye ő olyan tartalmakat gyárt YouTube-ra, hogy nem vagyok. Hát olyan dráma, amikor dráma van. Uh-huh. És na hát neki, ugye beléptem a Discord szerverére, mert úgy gondoltam, hogy akkor miért is ne, menjünk haverkodni, beszélgetni, és akkor volt egy ilyen lehetőség, most nemrég, hogy lehetett vele beszélgetni este is, és én tökre élveztem, tök jó volt. Na, tök jó. Névről rémlik, de nem néztem szerintem tartalmát, majd megnézem. De figyelj, már október van, jön a november, novemberben már majdnem mindenkinek karácsonyi hangulata van, akkor kikérem magamnak, nem vagyok előre haladva. Tovább jutottunk! Ja, és azt meg kell mondanom, hogy amúgy baromi profin csinálja szerintem, mert korához képest nagyon-nagyon felnőttesen gondolkodik, de úgy, hogy így nem gondolnád amúgy róla. Na, majd megnézem. Meg fogom nézni. Ma amúgy nagyon szép idő volt, én voltam lenn sétálni, nem tudom, voltatok-e kint. Gyönyörű idő volt. Teljesen nyári hangulatom volt. Meleg volt, jó volt. Vittem le kabátot, azt mondtam, hogy defelesleges volt. Én meg reggel 6-kor megfagytam. Hát reggel még hideg van, most mikor jöttem az Amerikában, nyilván még én is fáztam. A sok forgó, ennyi forgó a hajamban van maximum. Hát ez... Esi, pályavélemény, szereted? Végigviszem. Maradjunk annyiba, hogy végigviszem. Fülön maga biztosság. Megpróbálom. Illetve nem próbálom, csinálom. És nem labdázunk, nem robbangatunk, mert az csak visszatart. Nincsen robbantás, nem ettünk elég csilis babot, nem robbantunk. Megyünk előre. Hogy mi is felrobbantanak engem? Nem. Nem fingunk annyit, mint azt egy társaim. Pati, szerintem ez nem, fingani a gúzgúzba szoktunk nagyon sokat. Ja, igen. Igen, mint a gúzgúz. Gúzgúz. Quack-quack. Mik ezek a... Mi ez a pályhezítés? Most mi van? Ez mi? Ezt már rég behoztál, csak vannak nehezítő körülmények. Hát az a tisztában vagyok, de én nem ehhez vagyok szokva, haló? Hát az élet nem mindig azt adja, amihez szokva vagyunk. Dave bölcseletei. Jó, ebből látszik, hogy jó régóta. Basszus kulcsot Pikahuannak, aki labdázik! 24 órás live óta nem voltam fent Fall Guys-on, szóval... Sem nagyon. Engem meg kirobbantottak. Bassz! Hát akarom mondani, Júi. Konkrétan a forgó cuccon lefogott valamelyik szemétláda, miközben ugrok. De... Ez a lila. Most már mindegy. Kellene, a szemétláda az nem csúlyás, abba rakod a szemetet. Robbanás, nem ti vagytok, vagy ti voltod, de. Jó, nyugi vagyok, chill vagyok.
Nézd meg, azt labdával robbantatja magát. A hülye gyerek. Szedjésünk. Mm-hmm. Mit is mondtam a káromkodásról? De a hülye se csúnya szó. Na jó. Nálad igen. Nem a Pikachu fejű. Egy pont! Minket megfuttattak, 5 kilométert kellett futnunk, mert rosszkor voltunk rossz helyen. Hát az nem szóval, szerencsés hát dolog. Nem. Én nem tudom eldönteni, hogy fázok van, vagy gyulladok néha. Mit írt a Niki az előbb? Nem bírtam elolvasni. Amit mondtál, Pati, hogy olvassak föl. Csak elmegy már. Csinálni akar Twittert, és úgyhogy még meg se csinálta az akkuntját, el lett bannolva 50 évig. Ez hogy csináltok? Hát de ninja, 22 óráig ordibálhatok, onnantól nem lehet. Addig én úgy ordibálok, ahogy akarok. Igen, ma inga futás volt. Stable magyarul hatunk. Szeretne jelentkezni. Negyedik csapat, hogyha kivárod, az azt jelenti, hogy lehet, hogy ilyen 8 óra körül jössz, akkor igen. Nem árulok zsákba macskát. Felírnak a modik, és hogyha valaki kiesik, akkor is tudsz jönni, vagy ha nem jelez ki valakit. Volga, ez falra mászok tőled. Mármint gyakorlatilag is. Jaj, de jó anyám, mindjárt be fog akkor jönni. Igen, igen, tipikusan az a pálya, ezt meg kell jegyezni, hogy ilyenkor Patinak az anyukája bejön. Hát, én egyet tudok, hogy Pati anyukája apukájának biztos, hogy bejött. Jó. Haj. Bocsi. Ne! Felmászik. De elhúzza! Itt most hogy fogok? Ja. Nekem majdnem meg volt, csak elcsesztem. Ó, köszi. Köszi. Lent szia, Esi. Ó, meg akartam fogni az Esit, hogy valamit csináljak a videódba, de bementék. Zéti 3 emoji, viszont törekedjél Pati a beérésre, mert érik a szőlő és a azt kiesés is, hogyha nem érsz be. Gyakorlatilag minden pontra szükségünk van. Szia, édes kert! Szia, édes kert! Igen, Zéti, figyelj a nagybetűkre. Emit már fölírták szerintem, mert már mondtam, vagy nem sze. Emi már az elején feliratta magát. Jó. Ti is írjátok, mert ki tudja, hogy éppen az S itt van-e vagy nem is, de látom, hogy van. Állj, a Patit elgázolta egy ventilátor. Nagyon szépen vagyunk. Úristen! Érj be, baj, 10, mert tényleg minden pont számít. Igen, veled, most utolsóak vagyunk. Nélküled de mondjuk bajban leszünk. Következőben. Érted? Jó, benn vagyunk. Nem, sok vagyunk. Úgyis vagy 11 pont alá voltak maradva. Lehoztuk. Le. Viszont tényleg jó, nagyon le. Törekedni kell. Akkor jó az elején. Jaj, új, ne is mondd édeskert, már ne tudd meg hány videósnál kirédzseltem ezen az új YouTube parasságon, hogy beírok egy két hosszú mondatot, végeret ezeket smiley-t és csak azt küldi el. Fú, de fel tud cseszni. Ne! De! Ebben sokan leesnek, tehát ha egy valaki bennmarad fixen a végéig, úgyis bejuthatunk. Igen. I'm a survivor, elment Jana, elszabadul a pokol. Hát lényegében. Így is gondolkoztam rajta, hogy Fall Guys után úgyis pokézok, toljam-e live-ba vagy nem, de szerintem nem tolom live-ba, majd csak fekve az ágyon switchen. Az a baj, hogy fárasztóbb lenne közben kommunikálni. Ez lehetetlen. Hát már vittem át ezt a pályát egyszer. Én is. Én vagy háromszor, vagy négyszer, nem tudom. De én ebben egész jó vagyok. Hoztam egy live-ba, azt hiszem. A 24 órásban jól toltad, és én mintha úgy emlékeznék. A 24 órásban én voltam benne nagyon béna, mert akkor nagyon fáradt voltam. Jaj. Új. És én már most majdnem leestem. Kimegy alólam a talaj. Visszaladdott. Nem is baj, hogy visszalökött, mert leestem volna. Aha. Kis karika. Koncentrálni. Esi koncentrálni. Ojjaj. Koncentrálni. Jó, chill. Na most lesznek bajok. Hát az biztos. Jaj, ezek a mozgó kockák is nem segítenek. Jaj! Tudod, mikor megyek el. Szia, Esi. Hello! Te se ugrasz át ott? Nem értem miért.
Micsoda? Nem merünk. Te is, te engem kilöktek, kiestem. Hallod, egyszer ja, estünk ki. De hozzátok le, mert egy csapat esik ki, vagy több. Változó. Több is. Hajrá, Pati. Hajrá, Pati és baj 10. Ha valamelyik ötök bennmarad, még meglehetünk, vagy ha mindketten megyek enni, majd jelentkezem. Jó étvágyat, jó étvágyat. A jó pikahú. Azaz. Nem merek beleszólni, az a baj, de amúgy gyönyörűen csinálják. Kommentálhatod szerintem. Patit nem zavarja. Biztos? Ugye, Pati? Nem zavar engem? Hogyha kommentál, az esi a videójába. Nem. Kommentálhatod. Akkor Pati nagyon koncentrál, nagyon szépen átfutott a hexagonos részeken. Gyönyörűen menteli a menthetőt, ahogy azt kell. Viszont itt vigyázni kell erre a kis lényre, mert nagyon kis gonosz. És már jön is a busz, és tökéletesen eléri úgy, ahogy az kell. A járat nem marad el. És Pati megkapja a lehetőséget, hogy kiszedje más elől a hexagonos részt, mert még senki nem ért ide. Hajrá, vigyázz a kis lila genyóval, mert az átugrik. Hát csak hogyha az a kis iszé... Igen, gondold át, hol mész. Na, Pati, melyik utat válassza, ugrabugrál vagy hexázik? Oh no! Hát akkor baj 10-nek szurkolunk. Baj 10-nek a világ szeme. Igen, sajnos... Jaj, középen is lehet menni? Ezt mondtam. És ez az baj. Hallod, lehozta. Ben vagyunk! Először körbe azt mondtuk, hogy baj 10 nem ért be. Most baj 10 behozta. Most mi nem értünk be. Nézd oda, hogy kiegészíti a mongufta csapat egymást. De Pati meg úgy csapódott annak olyan lendülettel, tehát nem tudom, mint amikor az üvegajtó felé rohan. Úsz vagyok, és nem látja az üvegajtót, és BAM! Foci, gyermekeim, foci. Akkor kössük fel a gatyát és a stoplist cipőt, mert jó pár gólt rúgnunk kell. Minimum le kell 3-0-ra alázni őket, de örülünk mi az egy-egynek is. És ott középütt pedig a... Én megyek kapuba, jó? Meg, és megyünk tovább fináléba. Én szeretném a bírót lefizetni, egy 200-as donétet felajánlok a bírónak. Én megyek kapuzni, oké? Ráestem a lapára. Jó. Jönnek a törpök, és a hasonló. Ó, 1-0-ra vezetnek már a sárgát. Az nagyon jó, mert ez is... És hát mindegyiket felénk lökik, és meg se közelítjük a pályájukat. Igen, mert amúgy az arra szerre. Nem mondom. Nem. És Pati tökéletesen véd. Az is bent. Jó, nagyon szép védelem. Tökéletesen. Most kék, most kéne berúgni. Ne! Nem rajtam. Esélytelenek ugalmával játszunk. Nem fogunk. Én sem tudom, hogy merre menjek, hallod, mert nem konkrétan nem látok. Oké. Jó, 2-1. Azt is be kéne lőni. Oké. De nem. Nem áll. Hárítok, viszont senki nincs a kapuba. Nincs kapus. De ez a szarkány. Jó, azt visszük. Ó, előre. De nem persze, hogy az összes sárga ide jön, amikor én is oda megyek. Ez baj. Be kéne passzoljátok középre, mert annyira a szélén vannak a labdák. De már megint! Berúgták, 4-1 az esélytelen, kiestünk. De ezt hogy csinálják? Hát úgy, de hogy az összes labda... Összejátszanak, mi pedig csak rohangászunk, ennyi a titok. 5-1. Amúgy az összes labda nem ment arra az ilyen mozgós izére, ami mondtam. Mindig oda vitte a mi kapunkhoz. Igen, tehát hogy konkrétan feléjük nem bírtunk. Hát a finálé kimaradt. Igen, de amúgy, mondtam. Hogyha meg a másik irányba lett volna, akkor meg szerintem mi nyertünk volna simán. Egy döntetlenbe megegyeztem volna, de nézd meg, nekik csak kell a győzelem. Andrew, ne írd be 17 ja, szememmel, vagy negyedszerre olvasom, és a következő spamelésért tiltás lesz. Köszi. Na, akkor az egy éni. Igen. Szóló. Velem volt olyan, hogy alsóban úszás volt, nem láttam az úszószemüvegtől, rohantam, és teljesen nekirohantam az üvegajtónak. Neee. Nyaha. Én közben felvettem egy ilyen búrát, amit most 31-es szinten nyitottam búra. Ki, így jövök a veletek. Búra. Úgyhogy ma szólóban mérkőzünk meg, én meglátom, örülnék, hogy 4-es első körben kifogok es. Mert volt már olyan, hogy 4-en finálisztunk. Igen, volt olyan, hogy a Dave lelökött engem. Rip üvegajtó. Meg olyan is volt, hogy valaki végig a fülembe ordibált, ugye, Pati?
Igen. Meg te is mindig az én filmben. Nem is értem, hogy miről beszéltek, de tényleg, fogalmam sincs. Fogalmunk sincs, csak tényleg mindig ez egy belepapászik. Finálészunk. Hát igen, valamit muszáj előadnom a nézőknek. Patinak és milyen más nincs hangja van most? Miért? Igen? Miért? Hát most nincsen megfázva, mert múltkor meg volt fázva, meg be volt rekedve. Igen. Most nem nincs rekedve. Ott beteg volt két hétig Pati. A Pati, ha arra gondolsz esetleg. Hajrá, Mongufta csülök szurkol, oda nézzél. Itt van egy csülök. Ú, de nem akarok főzni. Ja, mi? Én amúgy ugye ki fogok ezen a pályán esni. Én azt nem szoktam. Hello! De az esi nem fog leesni. Hello, Vithappy Star Clover, vagy inkább Vithappy Star Clover. Getrek. Saját magamat érted. Bocsáss meg, ha rosszul mondtam a neved. Jaj. Most nézem, hogy egy ilyen valami kiáll a fejemből hátul, átszúrták az agyam. A skinet. Igen. Az esi nem fog leesni, mert olyan koncentrationokban van, hogy az hihetetlen. Megőrülsz, megborulsz. Jó, nagyon szép. Hát pedig én már úgy hallottam, hogy te már landoltál Kossuth Lajos kalapján, mert mondják, hogy esik eső. Hú te! Kalapjára. Most komolyan az utolsó agysejtjeimet akarod levenni? Most komolyan? Tényleg? Háó! A mongufták az élen, haló! Mármint, hogy nem a konyhakés élén, hanem a pálya élén. Esit beelőzöm azért is! Oda nézzél! Milyen íveket használva a második! Persze, ez nem ilyen más lefogott, te csaló! De nem én kértem, hogy fogjon meg, csak túlzottan szimpatikus tudom voltál. Szimpatikus voltál neki, és csak lehet, hogy egy rajongód, és csak meg akarta simizni a buksid. Igen, persze, csak is. Vagy megölelni. Kizárólag. Azt hitte, hogy ez egy free hug, de nem. Nincs free hug. Meg akarnak tényleg. Egyszer késésben vagyok matek óráról, kibuktatnak az ajtó előtt, kibuktattalak, azzal a lendülettel beverem az ajtóba a fejem, felállok, besétálok ezzel a szöveggel, jó reggel, Tanci néni. Az igen. Az komoly. Hallhattam, mi volt ez a koppanás, csak leesett, hogy itt vagy, nem? Az kemény, Bella. Ezt most így elképzeltem. De még jó, hogy nem lett bajod az eséstől. Jó reggel, Tanci néni. De az akkor lett volna még egy fokkal viccesebb, hogy azt írott, hogy kinyitja az ajtót, kinéz, és ott vagyok a földön fekve, és felnézek rá, jó reggelt! Nézd oda, a kék ott trollkodik, nem, ez meg hülye. Az meg belső középre, hallod? Amúgy nagyon más emberek. Volt. Esi soha nem esik le, igen, na jó. Vám, most akartam 200 vagy 400-at küldeni. Hát azt mi tart vissza, bármikor? Tartsd meg ezt a jó szokásod! Ja, hogy nem engedi! Na miért nem? Nézd meg! Akarnak támogatni, aztán valami visszafogja. Nézd meg, hogy van-e a kártyádon, mert az szóhat. Mi hol? Még most volt 10-e esi, 3 napja kaptunk fizetést. Hát ezt honnan tudod, hogy azóta mire költette? Ja, hát lehet, hogy igazad. Hú, de jó, már megint ez a pálya. Hát nagyon hiányoltuk. Igazad van, nem baj. Akkor meg nem tudom, félj, próbálj meg kijelentkezni vissza. Mármint, hogy félrejétes ne esik, mindenkinek köszönöm a támogatásokat, csak próbálunk rájönni, hogy mi okozhatja, mert volt, akinek a tagság nem működött, stb. YouTube nem akarja, hogy támogassuk, de szemétláda. Szemét YouTube. Azóta túl sokszor voltál támogatva a 24 órásban, úgy gondolta, hogy jó van, most már elég lesz. Aha. Úgy gondolta, hogy a teljesítményem nem éri meg a 200 forintot, Rip Dave. Megint a izédobálós, jaj, de örülünk neki. Vagy próbáld szupermatricába, hogyha a csetet nem engedi, mert van az az opció is. Vagy nem tudom. Persze. Mert még ha nem ez mindenki kedvenc pályája. Akkor megoldom máshogy. Figyelj, próbáld, nézd meg. Az elsők. De ugye ebből semmi nem lesz, és vissza foglak nézni a... Pedig én szeretnék egy koronát a csatornádra, úgyhogy jó lenne, ha nyernénk. Egy korona, vagy semmi. A vágyat csak egy korona mind. Azaz, drágaszág! A szemétláda labda. Azért Smiagon skin tud elnéznék ebbe. Smiagon. Elkapott Smiagon. Azaz. Hogy vagytok, hobbitok? A munkátok a hobbitok? Ne! Na, egy második, vagy egy harmadik?
Én pedig esi harmadik után. Csak a lába nyomát érintettem. Na, Pati is már a... Szegény baj, mekkorát lepült. Nézd meg, a Patit megfogta a jeges medve. Hogy lehet kapni tagságot? Hát sajnos a sarki büfébe nem tudsz. De hogy gyakorlatilag, hogyha valaki ajándékoz PC-ről, úgy is lehet, illetve te is tudsz tagságot váltani, a kis dollárjelnél tudod csekkolni. Na, megjött a 200 forint, bezzeg gépről engedi. Hát, személy, de miért nem engedte a telódon, de köszönöm szépen, ez a 200 forintos támogatás. De nincs izéhez kötve. Elfogadáshoz, hát applikáción belül. Azt még mondjuk lehet, hogy esetleg meg kell banki dologba erősíteni. Én nekem is az húzta el az időt, amúgy meg a PayPal-nál is az van mindig, hogy ott is meg kell erősíteni. Az egyik tagságot onnan ajándékoztam, a másikat innen, mert ott is tudtak támogatni PayPal-on, de az a jó, hogyha itt is, ott is tök királyok vagytok, úgyhogy beindul a donate vonat, sihuhu, ez most egyelőre egy vonaljegy fele. hol a dollárjegy? A chatnél van jobb oldal telón, gépen nem tudom. A gépen nem tudom, hol van a live-nál. A telefonon tudom, hogy gépen is valahol arra. Gépen is a donate. Jó van, tudok beszélni. Szóval a dollár jelnél van ugyanúgy minden. Csak ott többet is felsorol, ugye? Mert... Igen, mert ugye több fajta tagság is van, ha a tagságot szeretnéd megnézni. De nézd meg, megint lefog a... Nem akarják, nagyon nem szeretnek engem az itteni játékosok. Hát de ez engem se. Itt a faromat. Azt... Mit csinálnak a faroddal? Meg akarják fogni. Úgy gondolják, hogy biztos, hogy üdv Magyarországon! Jó, bab... Jó, semmi. Bab főzelékes, tonhalas, szendvics? Mi? Azon gondolkoztam, hogy valami babos kaját mondjak, és semmi nem jutott eszembe, mert egy fáradtsági blokkolási szint. Mi volt ez? Ezt érti, aki érti, mert aki látta a live-ot, látta, mit csináltam, és magamat röhögtem pofán konkrétan. Jaj, jaj, amit csináltam. Mentem a hülye utcába. Nem, de jó csináltam, visszahoztam, leesés lett volna. Ó, oda nézzé, harmadik leszek. Elveszted a harmadik izémet. Ott az esi. Menjél már be. De kockot. Mi volt ez a hang? Szívből röhögtem, egy gonosz Dave nevetés. Tudok meg ilyen nevetéseket, hangja. De ingyen nem adom. Várj, nem tudom, ilyen nagyon cringe-eket tudok, csak de ilyeneket nem akarok az esi csatornáján. Ez szívből mit? Jött. Ilyen cringe nevetéseket. Ja, azt én is tudok. No. Only text-et kér! Mi a franc ez a bogár? Visszagyűjtem, lemaradtál a nevetésemről. A démoni nevetés. Maradtál, de nem csodálatos nevetés. Magán, ez itt meg egy trókodik. Egyszer az osztállyal kitaláltuk, hogy akkor szívassuk meg a tanárt, hát persze, hogy én vállaltam be a leghúzósabb rész, jó? Várjál! Bemújtam a tanári asztal alá, megfogom a tanárnábát. Bocsánat, csak tüsszentés. Jaj. Erre rúgja meg terébe, horba rúg, de nem ez a vicces része. Miért volt még tovább? Ez hogy lesz tovább? Várom a folytatást. Andrew, akkor valamit nem jól nézel. Valaki animátor nem akar ebbe segíteni, mert a videó közben ilyeneket mutogatni közben. Jaj, nem a Dave lábát. De nem a Dave lábát fogták meg! Most néztem meg az angol font, mondja rá a folyamat is. Hát... Hát minden romlik folyamatosan, ez ilyen. Igen. Arról már ne is kezdjünk el, ezt is nyugodtan, arról már ne is kezdjünk el beszélni, hogy az eddig 20 ezer forint körüli játékok már a legtöbb gyártónál 30 ezerrel fog kezdődni decembertől. Marha jó. Úgyhogy sok játékot nem veszek, én is így leszek vele, vagy hogy a támogatások 90%-át egy játékra fogom fordítani, ami érdekes lesz. Ennek a közepe ez. Én egyszer próbáltam itt középült, elmentem a végéig, majd a végén egy banán lelökött. Azóta nem megyek középült. Édes banánok, milyen aranyosak, nem? Nagyon. Egy na jó, jó banán. De legalább nem szednék le ezek a gyümölcsök, meg fogalmat a amúgy ez a legrosszabb, nem. Hogy a gyümölcsök is leszedik. Ne! Basszus! Pont visszanőtt, mikor lezuhantam volna. Nem állj, te dinnye, meg a másik is. Miért van ennyi dinnye?
Értem én, hogy a nyári szezonnak vége, de... Nőjön már vissza, mert itt vagyok a célba! Ez az! Ez az! Kiszedi előttem. Ötödik! Közdév, én is nagyon szeretek komolyan. Hát én ott álltam, bocsáss meg, várd ki a sorod. Ott álltam, vagy fél percet, hogy újra nőjön. Nem áll előkött, izé. Kis pikahú banának. Néha tanácsos ott menni, néha nem, de esi... Meg leszel, esi, sima ügy, easy, kilencedik, nagyon szép. Azt hittem még lesodod az a... Én nem szeretem ezt a pályát. Látod? Vetődni kell, és akkor összejön. Hát a gyümölcsöket el kell venni. Hajrá, baj! Menjen! Gyönyörű! Vagy nem ő ért be? De, beért. Szerintem a beért. Baj volt. A baj volt. Beért. Nézd csak! Látod? Jó, utolsóként. Na, három mongufta a fináléba, srácok. Na, ebből kell korona, valaki hozza le. Hát a legszebb az lenne, hogyha... Le, igen. Legszebb az lenne, hogyha Esi hozná le, de azért én is igyekezni fogok. Mi a pika? Igen, ó, igen, ezt. Ezt szeretjük. Na, sok sikert mindenkinek. Én most lenémítottam a fülembe Esit, úgyhogy ha most csúnyákat mond rólam, majd visszanézem ezt. Nem fogom hallani. Én csúnyákat? Mikor? Fú, nem tudom melyik taktikát választam. A kapkodok, nem kapkodok, lent elvetszem előlük az összes ez területet. Ez így nagyon nem jó. Kapkodolj! Hogy most lenémított, mert így nem hallja, hogy én is beszélek, és így... Azt mondja, hát ez egy kezdés se. Nagyon de tényleg a dévző ilyen kanyag? Használva, de tényleg, amúgy pont ilyenkor... Á! Egyszer véget ér a lázas ifjúság. Egyszer elbújnak a színes éjszakát. Dép! Egyszer ott rohan az esi! Egyszer megszivat! Jó, pikahú. Erők esi! Oké, okay, concentration. Nem rohanunk a vesztünkbe. Ajjajjaj. Mondom, nem rohanunk a vesztünkbe. Ne féljünk a bajtisztől, hát nem ez... kedves velünk. Talán ebben lesz az utolsó esély. Remélem olyan kopirátot fogok kapni most erre, mint annak a rendje. Jajjaj, 100 forintnak 50 a fele. Hát dörögye meg a fészkes fekete fene. Szigorúan nézek. Hát az esély. Ne baj, mindenki egyszer esetek ki. Mindenki, ez gyönyörűen közös esés, legjobb. Mongusták esés egyszer! Ennyit arról, hogy izé koronát nyerünk. Ennyit hát a koronánkról, ennyi jó? Átadtuk, hogy legyen sikerélménye, na. Ennyit a koncentrációról. Igen. De majdnem. De volt, ahol pont úgy estem, hogy kiszedtétek előlem. Konkrétan. Bocs. Nem baj. Sokat kell gyakorolni, Andrew. Nagyon na, sokat. Van egy koronám. Van két koronám. Juhu. Van három koronám. Van négy koronám. És ennyi. Viszont level up. Szuper, megvan a... Én is kaptam koronát. Hát de ne legyen már koronás. Igen. Na. Na jó van, akkor mi itt szépen köszönünk, és örültem volna. Ja, jó, itt van mindenki. Uh-huh. Részben. Ketten jó, maradtunk. Mindegy. A lényeg, hogy... dobálva. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Dave, köszönöm szépen a meghívást. Bármikor tudod. Örömmel játszok veled, és most én nagyon visszafogott voltam, de ha valaki szeretne egy kicsit erőteljesebb Dave-et, akkor várom őket menjen szeretettel. Menjen át a Mongufta Family csatornára, nézze vissza ezt a live-ot. Én itt elköszönök tőletek, további szép napot kívánok nektek, és legközelebb egy Star Stable videóban találkozunk, ami remélhetőleg hamarosan jön. Addig is, további szép napot nektek. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Na, kérem szépen ki a második csapat, megpróbálom összehívni, most segítsetek nekem. Egy pillanat. Nem mondott, hogy nem vette fel. Ne csesszél! Ne! Ne csessz fel! Semmit nem vettél fel. Hogy? Ez olyan fájdalmas te hangzik. Hogy mi? Hogy micsoda? Ha nem vetted fel, akkor újra játsszuk. Már nem most, hanem akkor pár kör múlva. Jó. Gyerekek! Úgyse lett korona.
Pedig, izé, amúgy, Dave, amikor lenémítod a mikrofonodat, nem tudom, a fülesedet, akkor mindig elkezdesz beszélni, Sörönkező. És akkor meg mi b***ünk. Nem vetted fel. Akkor meg annyit beszélsz, és nem hallatszódunk mi a live-ba. Ja, bocsánat, nem vettétek fel? Semmit nem vett fel, hallod? Nee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 e Figyelj, majd ezt a linket oszd meg a közösségi füleden, hogy ott van a videó, nézzék vissza. Nem. Borzalom. Újra vesszük veled majd negyedik csapatnak akár, vagy ötödiknek. Csak addig állíts be fixen. Na ki a következő csapat, modik, súgjatok, léci? Már beírtam a fan. Oké, állíts be. Ja, Fazmo, a Balázs, meg a Hoge. Hogét látom, ezt már invite-olom. Phantom, Hoge és a... Jó, látom mindháromat, oké, köszönöm szépen. Oké, és írjatok számot, srácok, 1-től 10-ig, mert random skinezés lesz. Lett egy ötösünk, 1, 2, 3, 4, 5. Tizet meg majd a következőnél, jó, farkas emberrel megyünk. És akkor ugyanígy a 4 módot megyünk végig. Hajrá, hajrá, indítjuk is. Miért ment el az a valaki, bakker? Szia, szétadom a selfie-det az indexképen. Szia, Szketi, örülök, hogyha tetszik, igyekszek hasonlóakat összehozni. Ki dobott le? Hoge, Phantom, és ki volt, akit ledobott akkor? Egyelőre még nem mondom, hogy tudsz újrajönni, mert nem tudom, meddig tart. Ki dobott le, gyerekek, de miért dobta le? Ez majd ilyen live. Balást. Balázs, vissza tudsz jönni? Na. Most mondjam azt, hogy ezen a fegyre jobb lesz. Hát minden, látod, ez se jön össze. Egy csapatot nem bírok elindítani. Nem hiszem el. De jó a Sonic skin. Kösz, így tényleg jó. Szóval, most láthatják a kedves nézők, hogy ilyen az, amikor valami nagyon nem úgy sikerül, ahogy szeretnéd. Igen. Ez akkor lett volna sokkal szomorúbb, ha lett volna korona. Igen. Én így szoktam nézni. De mi, nem volt beállítva a képfelvétel, mert már jártam én is úgy amúgy, meg fordítva sok hangot nem vett. Nem, azt fel... hogy mondjam, tehát magát a felvételt nem indítottam el. Ó, mi újság, Szketi, amúgy hogy vagy, mesélj? Jaj. Rajzolok Dave-nek egy koronát. Csináltok fanartokat nyugodtan, persze, meg mémeket, bármi, szívesen fogadom, meg ki is rakom őket. Nem, várj, ezen ideges vagyok az index képen? Ne tudjátok meg, milyen nehéz pofákat vágni random fehér fal előtt. Aha, azt próbáltam csinálni az ideges dőre. Tele van most ilyen képekkel a telóm. De lassan indulunk, hallod. Azért mondom, hogy nem ígérem, hogy tudtok még egyszer jönni, mert lehet, hogy lemegy az a három csapat, esivel végén visszavesszük, és konkrétan, vagy de ugyanaz a csapat, ami az esis volt, ha marad végig, akkor felvehetjük újra. Kizé, ezen kívül már nincsen más ember felírva, szóval csak ez a három volt. És hol az Emi, aki négyszer írta magát, csak kérdezem. Ja. Hol a Star Stable magyarul? Ja, ő is írt? Yes. Igen. Modi, kicsit figyeljetek oda. Ash nem írta föl? Mert most Pati mentségére szóljon, hogy ő játszott. Nem működött. Haló? Hát hát egy kör se lesz. Jó, hát én erről voltam maradva, hogy még vagy ketten felírtak. Küldjétek át egymásnak. Most kit dobott már megint ki a Hogét? De mit írt ki amúgy? Miért nem indult el? Ma lehet, hogy túl sokáig tartott a keresés. Nem tudom a Hogét meghívni. Hoge, nem tudlak hívni. Mi történt? Hallod, ma semmi nem akar összejönni valóban. Ki van a Hoge után, gyerekek? Mert ne húzzuk el ezzel az időt, sajnálom. Emi. Őt se jelzi ki. Fergeteges. Megvan a Star Stable, magyarul. Ja, Hoge itt van, akkor kit dobott ki?
Balázs, ki volt a másik? Gyerekek, súgjatok léci egyből, Modik, hogy ki a harmadik, ki a három név, mert nem tudok visszakeresni. Van az Emmy, meg a Star Stable magyarul. Nem, ebbe a csapatba ki volt a harmadik? A Phantom van még. Phantomot nem jelzik, hogy ledobta valószínű. Jó, Emmy, gyere! Emmy, küldtem az invite-ot. Sajnálom, előrébb kell hozni, nem tudok mit csinálni, srácok, ha nem indul, nem indul, és már kétszer kidobott minket. De ha mindenkit kidobál, akkor az így kemény. Tehát nem tudunk normálisan játszani, ezt csak úgy halkan jegyzem meg. Indulunk, mielőtt bármit, bárkit valamiért kidob. Fergeteges, tehát, hogy nem a játékon rage-elek, hanem azon, hogy nem tudunk játszani. Emit húzzátok ki a kövi csapatból, köszi. Tudom, nekem már azt mutatta, hogy fent vagy. Az a baj, mióta átvette az Epic, annyira sok probléma volt ezzel. Csak a baj van vele. Szia, démon vagyok, meg angyal. De jó volt maga a kaja, megkaptátok? Akartam kérdezni Petra. Meg minden rendben volt? Vagy szar volt? Már bocsánat, hogy így mondom. Ez se volt még eddig. Nem, azért hála az égnek nem 20 ember várakozik, akkor kellemetlenebb lenne, de én egy ember szeretek megváratni, érted? Hát elvileg alapból ugye beadja az irányítást a VOSD, a megfogása, a GR-rel, meg a Space-el, az ugrás, nem tudom még hirtelen mit kéne mondjak. Ja, át szoktad rakni egérre. Sose ugrottam egérre, bár érdekes koncepciónak hangzik. Au. Hát ez gyönyörű kezdés volt a farkas ember skinnel, vagy farkas skinnel. Aha, hát az a baj, ha messziről hozzák meg sok idő, akkor sajnos kihűl a kaja és újra kell melegíteni, sajnos van ilyen. Nem is tudom, Mutko mit hoztak ki nekünk, úgyhogy ezt is meleg... mi Burger Kingből rendeltünk, azt hiszem, haza, és ott is a krumplit meg kellett melegíteni, mert a mellé tett üdítő lehűti. Erre nem gondolnak bele, mikor becsomagolják. Újra itten, Hali újra Anna. Oké, Varnyi, üdvözletem újra. Au, fölcsaptak. Hát messze nem úgy teljesítek, ahogy szerettem volna, de igyekszek. Az a baj, hogy a körülmények nagyon tudnak befolyásolni. Tehát, hogyha már a játék kezdetén én nem tudok úgy belépni meg minden, őszintén elveszi a kedvem valamilyen szinten. De szerintem ez normális már, mint hogy nem csak én vagyok úgy gondolom. De azért törekszek rá, nem adtam föl nyugalom. Csak kérdés, hogy beérek-e. Au. Hát nem biztos. Hújjúj, nem érek be. De! Utolsóként, gyerekek, utolsóként értem be! 26. Hú. GG Balázs. Ez kicentisztem. De ez most squad, igen. Ugye? Ez nekem offos volt. Most squad vagy szóló, vagy mit indított? Már azt se tudom. Már azt se tudom. Ez egy ilyen negatívabb napszerű. Ez szóló? Ez Markley, az, ez nagyon éppen. Közben 26-an vagyunk, aki még nem tette, csapassa meg a like gombot, meg akár a feliratkozást is. Mellé ültem a széknek, ne írj nagy betűkkel, baj! Mert baj lesz. Tehát, hogy ez szóló? Jó. Ez utolsó szóló, igen, stadionos. Miért lett kötés a lábadon? Lehet lemaradtam.
Hallod? Hát a boruljak még el 6000-szer. Jó, ezt most kiestem. Ezt fix, hogy kiesek. Kettő hely van. Á, cél előtt, igen. Vége. Van mongufta, aki benn van? Van, szurkolunk neki. Sárga, ott van fent. Rip, jöhet a rip emoji, igen. Most indokolt a rip emoji nekem. Ráestem tegnap a térdel a kőre és bevérzett. Ezt nem tudtam. Hát kitartás jobbulást. Rendben van, Máté, köszönöm, hogy benézted és jó tanulást. Ezt nem bánom. Egyik legutáltabb pályám a volleyball. Ezt nagyon nem szeretem. Volleyball. Ezt nem szeretem. Igen, a legutolsóval kezdtük, mert mindegyik módban megyünk. Ez a tudom, a legutolsó. Igen, silencio, mert ubban ki 100% voltam a területet. Na hát GG. Star Stable, ügyes vagy. Hajrá, Balázs! Hozd le. Balázs fejjel. És 1-0. Nem! Kivédték. Ájjáj, 1-0 Balázs ellen. Nézzük tovább. Balázs emeli, emeli. Nagyon szép. Oda nézzél, plusz 1. Nem most tettél az előbb, Anna, vagy ezt nem te írtad? Esik közben annyit reagálsz nekem, hogy akkor a következő csapat után, vagy hát hogyha utolsó csapat jön, akkor szeretnél újra felvételt készíteni, mert én a végén még benne vagyok egy, vagy újra vesszük. Nekem nem okoz gondot plusz egy kört menni a 4 szinten. Akkor abban megint jöhetek én is? Abban ugyanazt a csapatot kérem, igen. Tehát ott az ugyanúgy elsőnek, mert az a felvétel miatt szeretnél. Igen. Csak Esi írja, hogy szeretne, mert én benne vagyok, tehát nem vagyok semmi rossznak az elrontója. Majd én is benne vagyok. Ja, csak magyaró tettél, az is jó azért. Amúgy jó játszik itt az ellenfél. Másikak nem szokták ennyiszer visszalökni. Ügyes ő is, úgyhogy hajrá Balázs. 4-2-re vezetsz. 4-3, nem 5, ja nem ő vezet, ó, elnéztem, 5-2-re, ó, 6-2, hát nem baj Balázs, azért szép volt, GG, ez egy nehéz pálya, tartom, ja van egy döntetlen, két döntetlen, ott is eldőlt, megyünk ki. És örülök emi, hogy amúgy letöltött a cucc. Ezt én is egyik legutáltabb pályám, komolyan mondom. Na, random számot kérek 1-től 10-ig. Na, hova lett a csapat? Mindjárt visszahívom. Megvan borúva a rendszer, gyerekek. Megvan borúva a rendszer, 4. De előbb is Pati volt, úgyhogy a 2 jön most. Jó, hát, gyönyörű lettem. Csak ugye én előbb hallom, és ezért írtam ilyen gyorsan megint. Igen, szerintem. Kik voltak benne? A Hoge, a Balázs, meg Hoge, a Balázs, meg az Ani. Nem is értem, miért dobta ki őket. Jön az Extreme Squad Show. Gyertek. Bajtíz a tiéd, az negyediknek jött át, azért nem egyet sorsoltam. Ugye, az máshogy jelenik meg nálatok, meg nálam, de ezt már ezer szállt beszéltük. Megyünk akkor a Extreme Squad, itt nem szabad leesni egyszer se. Mehetünk. Hát most egy Pankrátor style-ba toljuk. Lényegében. Huszonhatan vagyunk, srácok, 21 like, aki még nem tette, fejelje meg most a like gombot! Igen, máshogy mutatja Bajtis, de az az érvényes, ami nálam a képernyőn jelenik meg.
Újra szép vagy kisfiam, azaz. Tehát itt arra kell vigyáznunk, hogy nincs lelökés, nyugodtan, chillesen, nem szabad leesni. Ez nehéz emiatt. A Big Fence amúgy is, ezen amúgy is csomószó leesek. Nem még ha erre kell koncentráljak. Azért mondom, hogyha leestek, akkor konkrétan nektek vége, tehát egy életünk van. Emiatt nehéz. Ne, ez fájtam, de nagyon jó. Megpróbálom, hogy ne essek le, de akkor nagy GG-t kérek, ha sikerül. Méghozzá azt a taktikát választom, hagyj induljon el mindenki. Majd én utána elmegyek szépen. Mert itt most egy csomóan ki fognak esni. Látom, nem csak én gondoltam így, hogy így praktikusabb lesz. Induljunk. Indulj el egy úton, én is egy másikon. Nagyon jó. Én itt nem kapkodok. Az Axelot meg menjen innen. Látod, az ott már lefogja? Nem. Vadnyú! Köszönöm szépen a szuper matricát, 1290-es ilyen szurkoló, pompomos gyümölcs. Nagyon jól néz ki, írtó cuki, hát így szurkolsz nekem, hát köszönöm szépen. Oda nézzél, milyen szurkoló szuper matricát kaptam, így át kell vigyem a pályát, ne vicceljet, bizonyítani kell, meg kell hálálni. úgy el fogom cseszni, ahogy lehet. Mármint nem. A szurkolás meg fogja hozni gyümölcsét, a szurkoló gyümölcsöt, amúgy az egy zöld, vagy zöldeskék citrom. Muszáj beletempózni, mert lejár az idő. Jó. A rohadt krokodil! Hát, nem jött össze. De én mindent megtettem. Körte. Na, hát olyan citromszerű. Sajnálom, Varnyú. De az idő lejárt volna, ha nem is esek le. Nem, ezt nem lehet ilyen lassan. Van, aki bejutott? Nem. Én megpróbáltam. Ez az a baj, hogy gyorsan is kell. Ez az írtó nehéz úgy. De láttam, tehát itt igazából ez nagyon nehéz, mert egyszer majd akarok ezen végigmenni. Úgyhogy lehet, hogy ebből majd készül videó. Hány napig van benne ez a fajta? Holnap veszek fel videót, ha még bent van. Nem tudom, meddig van ez bent. Ja, de squad. Az rosszabb. Szólóba jobb lenne. Random kérek egy számot, azért még egyszer köszönöm szépen, Varnyuk. Pati, már voltál, aki még nem írt számot, az a egyszerűbb. 31, hát mondom 1-től 10-ig. 4, 1, 2, 3, 4. Köszönöm. A lovaggal folytatjuk, méghozzá sima squat show-val. Oké, csak érjetek vissza, mire ti jöttök a csapattal, és esinek jelezzetek, hogy akkor hogy készüljünk, hogy akkor jön majd meg minden. Jó ez a lovag amúgy. Mármint, hogy én szerettem. Nincs vele bajom, különösebben. Nem tudom. Őszintén, a golcként. Elfogyott a vizem. Elfogyott a vizem is, majd hozok ezután. Megesik, Pati, hogy a teve elesik. Na, de még tart az a szurkolásos emoji nálam, úgyhogy megcsináljuk. Még a lélekbe, ezt nézd meg, kimondom, leesek. Ajjajjaj. Extreme még 2 napig? Na akkor lehet, hogy holnap próbálok rá. Ja, akkor azért írtam be a 2-es, értem most már. Hát egyelőre nagyon nem tervezek Alíciát, mert még újratelepítés óta se fut.
Tehát, hogy így nem is tervezett. Elengedtem, az idén nem hiszem, hogy lesz. Van egy csomó más játék. Ó, sajnálom, Esi. Hát, ha gondolod, Max, akkor... Nem tudom. Majd valamikor legközelebb újra vesszük. Igen. Amúgy ezért... Mi az? Én az Overwatch-os live-ot várom. Nem tudom még mikorra teszem, de jövő hétre igyekszek betenni, csak még a napot nem tudom. Na, az jó. Akkor én még egyszer se játszottam. Én már nagyon béna vagyok benne. Ja, de tetszik? Igen, tetszik. Múltkor játszottam egy nagyon jó meccset, csak nem emlékszem, hogy melyik karakterrel, és most próbálom megfejteni. Nem a vírusírtó tiltja lesz? Így nem jelenteném ki, mert volt, hogy kikapcsoltam meg minden, és ugyanúgy nem indul el. Régen annyi volt, kikapcsoltam, simán működött, most már az úgyse indul el. Azért mondtam, hogy engedjük el azt a játékot, azért annyira nem kiemelkedően jó játék. Bármikor el tudom engedni. Messze nem a legjobb lovas játék. Hát én nagyon nem tudok, mert állandóan rosszul fordítják. Tény, hogyha működik, szívesen játszok vele, de nem tör össze a lelkem, hogy nem tudok belőle live-olni. Hát ha most elkezdünk overwatch-ozni, a Valorant félre lesz dobva, Anna, bármennyire szomorúan hangzik. Mármint, hogy havi egy várható, de meglátjuk az Overwatch mennyivel tetszik jobban, mert nekem ugyanaz a kategória. Az alapján, amit láttam. Úgyhogy ajánlom az Overwatch 2-t is, hogy nézd meg, ha úgy van. Én amúgy nem csak a Valorantra hasonlónak mondanám, én még egy kis Paladinszt is látok benne. Igen, tehát a Paladinsz a másik, ami ugyanilyen volt annó. Jól mondod. Ben vagyunk, GG, ben az egész csapat, harmadik helyen vagyunk. Ügyes vagy, Andrew. De igen, tehát hogy azokhoz hasonló a játék alapvetően, mint ahogy szoktuk mondani, a Poké Unite is olyan, mint a LOL lényegében. Na, a Poké Unite, bejött az új Battle Pass, meg új cuccok. Most már elárulhatjuk, holnap Pokémon Unite live lesz, és akkor meg is nézzük. 5 percet nem adok majd, hogy felidegesít az Overwatch. Mérjük le! Az a baj, hogy félek tőle, hogy igen. Hát, hogyha azt mondtad, hogy te most kirédzseltél rajta, Zsolt, akkor pedig neked nagyobb a tűrőképességed. Én is, hát rédzseltem rajta. Félek, többet, mint a falgájtom. Na hát, bocsi, de nekem most mennem kell, még át kell néznem. Semmi baj, Niki, ne viccelj, örülök, hogy itt voltál, és jó tanulást, és mongúftak át előre is. Mert most ott is olyan, hogyha meghalsz, nem jöhetsz újra, mint például a izébe, a Valorantban, nem. Halizsi. Újra élethetsz. Na, az már egy pozitívum. Okay-es. Ezt nem szeretem csapatosba. Csak még mindig nem tehetem meg benne azt a karaktert, amelyik nekem így nagyon bejönne. Én majd random csak tesztelgetjük. Hm. És még most is megváró lista van, mert írja Krisz, hogy neki 4000 volt. Nem tudom, Pati, Zsolti milyen könnyen léptek bele? Meccsbe. Egész könnyen. Olyan fél perc előtt találtam. Hát akkor valami, nem tudom, hogy milyen lehet az. Próbálom nézni, de inkább azt nézem, hogy ne essek le. Hú, szép, GG. Semmi, várok 2 perc a meccs keresése. Akkor Krisz, valami nem okés nálad. Jó szerveren próbálod, vagy nem tudom, mit kérdezzek? Na, én a Zsolttól kérdezem, hogy a játék elején lehet ugyan cross-playezni, és hát úgy, hogy mondjuk a PS-es játszik a PC-ssel? Mert én úgy tudom, hogy nem lehet rögtön. Ez egy jó kérdés, ilyenekről lehet beszélni. Bent vagyunk, most kell ügyesen maradnunk. GG amúgy. Zöld csavar, kék csillag. Tuti nem ezek lesznek. Zöld csavar, kék csillag, meg piros. Zöld csavar, kék csillag, piros. A piros, ami most áll, az a szutyok. Ez. Jó, fent vagyunk.
Ketten leestek, de megyünk tovább. Nem tudom, meccsbe vagyok, azt írja Zsolt. Semmi baj, Zsolt, hogyha lejátszottad, majd megírod esetleg. Igen. Várok. Nem kapkodunk, ráérünk. GG, megyünk tovább egyébként, ez szép volt. GG. Rajzolós, ezt ne ugráljuk össze mind a négyen, tehát ezt próbáljuk úgy, hogy Patinak nagyon jól megy, és segítsünk be Balázs Nópara, és arra kérjük a negyedik tagunkat is, ne ugrálj bele, please, ezt ketten is le tudjuk hozni, és bízok benne, hogy Patinak menni fog. Bele-bele nyúlunk, ha muszáj, de alapvetően elnekezni. De nem sem vagyok, ha vagy a játékban, Dave. Ja, én azt hittem, hogy te vagy. Hát de beszélsz, az bezavart, azt hittem. Hát akkor figyelj, összehozzuk. Akkor nincs Pati, akkor viszont próbáljuk megcsinálni valahogy. Szurkolok. Várjál. Ezt az alsó részt, ezt a háromat, ezt viszem. Ott van egy ilyen. Oda ugorj be, kérlek, Emi. Ha rámész, leveszi. Nem az kell, a másik kell. Sonic, a melletted levőt színezd le! Jaj, kirohangászik, Jézusom! Mármint bocsánat, nem degradálás, csak kértem valamit. Így, az nem kell. De ne vedd el! Mi a baj? Valami nem jó. Ó, nem a legalsó szint, hanem egyel följebb, semmi, már látom. Elrontottuk. Jó, kiestünk, gyerekek, ez nem fog így menni nekünk. Igen. Ez kell, meg még amoda kellene az. Nem ez, hanem ez. Megvan. Jó, az első megvan. Harmadik. Középre megyünk. Innen egyet ide. Egyet ide. Az nem kell. Ez kell. És akkor amoda még kell egy sor. És a végén ez nem kell. Mi nem jó. De ez kell. Csak akkor egy sorral odébb kell. Így. És ez nem kell. Nem jó. Várjál. Három. Ott nem kell a negyedik, azt vedd ki onnan. Jó, szuper. Kettő. Ott a vonal. Várjál. Nagyon jó. És a fenti részt csináld meg. Ügyes. Nagyon szép. Meg a... aha. Kettő. Egy. Azt is. Megvan a lenti rész, várjál ide. Oda. Ott most belet színezve egy, ami nem kell. Azt vedd ki. Nem tudom ki a kócos izé, de ez nem kell ide. Valami nem jó. Aha. Mi nem jó? Kettő, kettő, egy. Ez nem kell. Megvan. Oké. Igen. Azt csinálta, én jövök itt, azt kiestünk. De nem baj, azért törekedtünk rá, csak ezt... Ketten írtó nehéz volt így, hogy nem kommunikál a fülemre. Már azért ne felejtsük, hogy mikor ezt leszoktuk hozni, akkor a Patival mi a fülbe beszélünk, és látom, hogy mit hova. De azért GG, mert négyet nagyon szépen megcsináltunk. Mondjuk én ebben jó is vagyok, szóval így. Igen. De amúgy GG. Hát igyekeztünk. Egyen múlt, ahhoz képest tényleg jó toltuk. Ha mondjuk a múltkor, nem tudom melyik live-ban, mondjuk az utolsó ilyen... Jaj, utolsó ilyen pár másodpercbe toltuk le. Arra is emlékszek. Na, most kapcsolatom vissza a teljesen már, de jó. Na, és akkor jön a szóló ezzel a csapattal. Kérek gyorsan egy számot, aki még nem írt, olyan írjon, főleg 1-től 10-ig. Igen, 11 nem fogadunk. 1, teljesen jó. Hát egy piros lovag, ez majdnem olyan lovag, csak más. Piros lovag leszünk, és ott pedig bejött egy low ember, Eminél. Mehetünk.
illetve bejött egy ilyen göndörhajú Balázsnál, és maradtok a Sonicnál. Na, akkor most megkérlek, Pati, téged meg a Modikat, hogy nézzétek már meg, hogy ki van a következő csapatba. Hát, ha a kiament, azt a... most ki van bent? A Phantom most nincs, tehát ha ő esetleg fönt van, akkor... akkor ha a Phantom vissza tud jönni, akkor ő meg van a Star Stable magyarul, és még egy ember... Jó, csak legyenek belépve, tehát ha egyikőjük se lesz fent, akkor viszont az offos. Most az a baj, lehet, hogy engem meg nem fogom már mutatni, mert hogy ugye a PSM kikapcsol. Tudom, megnézzük majd, jó? Úgyis mindjárt után elmegyek vízért. De szóló, jó megy ez neked, Balázs, sok sikert mindenkinek, Lauember, azaz Lauember vagyok, csókolom. Ahhoz képest amúgy nem megyünk olyan rossz meccseket, hogy hullafáradt vagyok. Nem aludtam sokat, az a baj, tudjátok, hogy 2 órát aludtam kb, de az sem volt kipihentető, hanem konkrétan felébredtem, és azt éreztem, hogy aludtam, nem tudom. Igen, néha nekem is vannak ilyen érzések. Nem éreztem azt, hogy kipihent lennék. Nagyon fárasztó volt a tegnapi munkanapom, őszintén. Meg éjjel is, nem csak a tegnap, hanem ma éjjel is. 1 órakor hajnalba bejelzett a tűzjelző, és konkrétan ott sípolt a fejemnél, utána meg már nem mertem pihenni sem a munkahelyem, mert mondom, még egyszer besípol, és emiatt 5-ször annyira fáradt voltam. Ó, oh, disconnectedet kapott a Balázs, de amúgy is menni kell. Semmi baj, köszönöm azért Balázs, hogy jöttél, és örülök, hogy tudtál jönni. De rég volt ilyen fárasztó munkanapom, mint tegnap, halljátok. Nagyon-nagyon elfáradtam. De annak örültem, hogy ma Janával sétáltunk egy jót, meg ilyenek. Kellenek az ilyen chilles napok is. Ú, mi ez a sok izé itt a végén? Negyedik? Pórázt? Ugye prózát keresek? Milyen prózát? Ezt olvastam ezt, hogy pórázt keresek. Na milyen pórázt? A versenyre, sok sikert versenyhez. Hajrá, Hog, nem baj, nem sokon múlt. Maradt benn Mongufta rajtam kívül? Utolsónál voltál, ne! Na ez a pálya mióta nehezítve lett, nem megy olyan jól, mint eddig. Ez. De tudod, melyik kell még? Hm? Az azért térképes. Milyen térképes? A kedvencet, tudod, amikor azokat a gombokat meg kell nyomni. Jaj, ne, azt ne is emlegesd! Én nem azt szeretem azt a pályát. Mert már megértetted, hogy kell? Én még nem. Igen, én megértettem, múltkor első voltam. Na, GG, most látom, hogy cserepes lovag vagyok, hogy cserép az alja. Hát, én ezen kiszoktam esni mostanában, ami bármi meglepő. Tényleg, nem egyszer estem ki ezen, amikor izében játszottam live-on kívül. Már megborulok. Úgyhogy már kivételesen azért nem fogok este unite-ozni, mert holnap live-ba szeretném elkezdeni veletek a Battle Pass-t meg minden. Jó, én is így is csak akkor szoktam játszani, mikor live van, vagy amikor hívsz játszani. Jó, majd besélj tegnap egy olyan óra múlva válaszoltam, csak hát a Messenger néha nem írja ki nekem, hogy ne haragud, írnak. Ne fogjál mellett a szemét, második leszek. Ben vagyok. Tehát, hogy ezért...
Hát mit akarsz? Mármint, hogy mire érted, ami... De látod, hogy így is meg akartak fogni. Ketten megyünk videón kívül? Nem. Ne haragudj, Andrew, nem. Közeli barátaimmal szoktam néha-néha játszani, és nem feltétlen mindig azt, amit amúgy aznak. Tehát, hogy nekem van ez, ami szórakoztat, élvezem, kikapcsol, de van olyan, hogy egy live után azt mondom, hogy más játékkal kell játszani, hogy lepihentessem az agyam meg magamat is. És ezt általában barátokkal szoktam. Vagy néma csendbe én, egyedül. Olyan is van. Jó, mert azért tegnap, amikor gyönyörtasztunk, én végig zenét hallgattam. Uh-huh. És azért, mi az? Az volt, hogy így rondom elkezdtem így énekelni, így a csodálatos hangokat. És azért tudom, hogy berontanak a szobámba. Úgy megijedtem. Úgy egyből meg is haltam játékba. Andrewnak adtam egy ideiglenest, attól, hogy nem játszok vele, attól nem kell káromkodni a cseten. Következőnél még egy ideiglenes, és a harmadiknál végleges tiltás. Majd figyeljön le rá, Pati, köszönöm. Jó. Hát attól, hogy a Dave nem játszik live-on kívül, hát figyelj már, hát. Már bocsáss meg. Igen. Azért Dave sem mindig ér rá. Hát, én meg nekem is van magánéletem. Igen. Meg nekem is kell pihennem. Az meg nem utolsó dolog. Még amikor mondjuk a live után így mondjuk annyira hív engem a Dave, hogy mondjuk az egy Genzsébe segíteni napizni. Hát ez megint más, mondjuk, az meg tényleg igen, csak annyi. Igen. Meg ami például szokott olyan lenni, hogy ugye szoktad mondani, hogy a Bogival szoktál néha fortizni. Nem, mostanában annyit dolgozik szegény, hogy az is nagyon ritka, de igen. Volt. Meg hát van a tagságos játék, ne felejtjük el, a Gamer Mongoose. A tagság az arra van, van például, nem mondom el a nevét, mert az őrá tartozik, de aki már több mint fél éve a Gamer Mongoose tagságban van, és havi egyszer, hát hivatalosan egy óra másfelet szoktunk játszani, de hogyha túlcsúszik kettőben, na bum, simán játszunk tovább, meg beszélgetünk. Az például pont erre van, hogyha valaki annyira szeretne velem külön játszani, meg olyankor tényleg csak vele játszok, vele beszélgetek, meg minden, az arra lett kitalálva. Igen. Hú, de nehéz ez most, te. Véletlen beesek és ki is esek. Igen, kiestem. Jól megosztottad. Utolsó egy másodpercbe. Nem szabadott volna beesek közé. De az, ahhoz képest azért próbáltam átvinni. Nézd meg, hároman maradtak a fináléra. Irigylem őket. Kivétel, ha a farokfogdosós, azt nem, fináléba az nagyon nehéz. Na. Megnézzük, hogy ki van-e fent. Ezt jó megmondtam. Azt mondtad, hogy... hát amúgy senki. Tehát akiket mondtál, abból senki nincs fenn. Jelenleg a Bajtiszt írja, a Hogét, az Emit, meg a Frogpatit. Mi akkor sérhet, most felemertem bagod. Hát én mutatok nektek item shopot, de nem annyira szoktam nézegetni, őszintén mióta majdnem mindegyik fizetős. Tehát tényleg, tök gagyik vannak itt, és amik meg jól néznek ki, az meg fizetős. Mert például ez jól néz ki, ez a sárga. Nekem tetszik. Attól független. De lesz még ennél jobb, megvárom a Halloween-t, addig nem akarok költeni játékba. Mármint úgy, hogy nekem ugye most látjátok, van ez a azért milyen színű, ez a szivárványos, de nem akarom elkölteni, mert akkor tuti behoznak valamit. Bajtiz, Emi meg Pati, veletek megyek még egy ucsot. Csak hozzak vizet. Hát mivel Esi már azt mondta, hogy dolga van,
Meginvájtoltalak titeket, csak hoznom kell vizet, meg pisilek, addig jön egy kis szék live. Addig izé, promózzak. Nyugodtan? Úgyis már kezdek agyilag elfáradni. Jó. Szóval... Lehet szupersetezni, szupermatricezni, és tagságozni, és kövessétek be Dévet TikTokon, Mongusta Family néven, meg Instán is, meg Twitteren is. Azt... Ez a neve nekem. Mi van még? Hát meg ugye, aki még nem iratkozott fel, az iratkozott, csapos meg, és... Gondolkodott. Igen, meg nyomjátok meg a lájkot. Igen. Csak kinyugtam. Na itt vagyok. Hát előző csapattal végigmentünk mindet. Ugye? Hát innen indultunk, vége volt a körnek, igen. Ez például nyomtam egy nagyon-nagyon cringe izét. Kicsit tudtam nyomni, amit akartam. Közé. Ja, persze itt néztem ki a fejemből, hogy Ja, látom, írja első, hogy minden oké. Bajtis tud jönni, vagy nem? Mert őt ugye nem jött be. Ja, én is átöltözök random 1-től 10-ig kérek egy számot, aki még ma nem írt. Kitartást, és én is aggódtam, hogy minden oké. 6, jó, rendben, ezt többen is írtátok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, hát az ilyen ősemberszerű viharos bab leszek. Szia Huna Channel, viszont hogyha baj nem jön, nincsen, akkor nem megyünk. De kéne még egy ember, haló, valaki lépjen be. Gyerekek, ilyen is rég volt. Elején vagyunk 10-15-en, hiányzik az ember mennyiség, most meg nincs meg a 4 ember. Valaki még egynek tud jönni a squadhoz, hogy ne idegent kapjunk. Ez a sincs baj, várok kb. Egy percet, azt meglátjuk. Mi újság, Kuna Channel, addig mesélj. Mert most konkrétan senkit nem jelez ki, már amúgy behívtam volna. Ja, hogy ugye nem tudom, hogy nézted a modi csoportba, hogy egyszer ugye így begyértem még a live alatt egy pár órával, hogy egyszerűen nem akar beindulni a PS-re. Nem néztem, alul mi próbáltam. Ja, Star Stable magyarul lép be. Jó, Star Stable még nem volt, úgyhogy várjatok. Csak mi a neved, írjad, mi a neve, mit írd be? Azt nem láttam, mert pont akkor játszottam, csak annyit mondta, hogy a Star Stable magyarul felírta magát. Ja, igen. Majd írd a neved, és akkor gyere. Baj, most egyelőre nem elhívtalak, és nem reagáltál, ne haragudj. Megvárjuk, hogy a Star Stable-t beadja, de ha nem mutatja, akkor meg indítjuk hároman. Mai nap nekem a beszéd, ez nagyon nem akar menni. A nekem meg semmi, tehát ez, hogy semmit nem mutat konkrétan. Na, a napi küldik, az mind készen van, a heti küldi. Azok haladtak, de nagyon messze van, ezek nem is lesznek meg. A maraton, illetve van ez a krón sárdos dolog. Most nincsen ilyen plusz feladatos. Na nézzük, hogy feljött-e valaki. Mindenkinek üzenem, hogy maradunk az SSO-nál, ha nem baj, fenn maradok felvenni és megvenni. Ja, jó, rendben. De akkor nem is lesz több forgász, vagy nem fut, vagy nem veszi fel, vagy csak hogy most nem. Az úgy érdemesi. De én nagyon szerettem attól függetlenül, meg remélem játszani még attól jössz majd valamikor. Hát, hogy ízzi, elsi kiszedi a Dave lejjába, vagy nem tudom. Vagyis hülyeség. Az nem jó, mert nem azt látta, amit mond. Nem látlak bejelölve, tehát hogy bejelöltél már? Kérlek.
Nem most kezdje jelölni Star Stable magyarul, mert falnak megyek. Hát tudjátok, hogy be kell előre jelölni, ha jönni akarsz. Ha azt mondod, hogy nem vagyok bejelölve, akkor indítjuk így, nem érdekel. Akkor megyünk el, most kapunk egy randomat. Mert nekem nem mutat a barátlistámon, de várjál, adok egy kijelző felvételt, mielőtt valaki azt mondja, hogy nem így van. Ezt azért szoktam, hogy ne mondjátok azt, hogy Dave hazudik. Na? Látjátok ma? De nem, mert hátul van a kijelző felvétel, várjál. Húgy! Nincs. Ennyi van. Azt írja offline vagy, akkor valamiért nem jelez ki, akkor sajnálom, ma nem fogsz tudni jönni. Az lehet, hogy megint bonyodalmakat okozna az egészből, hogy akkor ezt leállítsd, újraindítsd. Szia Zoltán Hajdúbátori. Akkor legközelebb tudsz jönni, amikor nem offline-nak mutat. Sajnos meg van hűlve a rendszer, mióta az Epic átvette, és azóta kezdem azt érezni, hogy ha nem lenne ennyire kedvenceim közt a Fall Guys, már nem live-olnám. Mert tényleg el lett rontva. Baj, tíz téged meg már 17-szer hívtalak be, hogyha nem fogadod el, tényleg elindítjuk, srácok. Ne húzzuk az időt, kérlek. Szia Zoltán. És bocsi, csak már elegem van a mai technikai malőrök miatt. Amiről nem én tehetek, csak szar. Mondjuk a Fall Guys az amióta ingyenes lett, azóta ilyen. Igen, előtte semmi probléma nem volt, mindenkit kijelzett, minden flottul ment, minden hibátlan volt, egy-két bakit kivételével, de tényleg semmi gond nem volt addig. Ready, Spati? Igen. De nem ready. A szar még nem csúnya, helyett nem mondom, hogy pikahú. Bent vok. Oké, okay, és ne haragud Star Stable, sajnálom. És GG amúgy a 100 feliratkozó, a Star Stable-nek meg lett a 100 feliratkozó. Láttam, hogy meg lett, úgyhogy itt tovább. Sok siker továbbiakban. És légy kitartó, és ne add fel. Első 100 az mindig öröm. Tehát én is emlékszem, hogy meg lett az első 100, 500, 1000, mind nagyon jó. Hatalmas dolog. Na, szóval az 2000 körül jöhettem, úgy emlékszem, hogy három. Jó, sokan. Igen. Ez nem most volt. Igen. Meddig lesz kb. A live? Utolsó csapatmeccs, amint vége, utána vége. Mert fáradt vagyok, meg éhes, meg hasonlók, meg elég volt. Tehát, hogyha nem lett volna ennyi technikai malőr, akkor még lenne kedvem, de nekem ehhez most nincs türelmem már, és ismerem magamat, hogy fáradtan, éhesen és kicsit felcseszve nem jó, hogyha live-olok. Nem a legjobb. Hát nem a legjobb kombináció. Eleve, ha Dave éhes, már nem jó kombináció. Persze, és amúgy pont ezen gondolkoztam a napokba, hogy mindig mondjátok, hogy tök jó, hogy van ez a közösség, amit így létrehoztam, de hogy az milyen jó dolog, hogy az új mongufták is szépen be tudnak épülni és csatlakozni a közösségbe, hogy nem az van, hogy most annyira érződik, hogy valaki mondjuk már 2 éve aktív nézőm, és hogy az mennyivel máshogy van vele viselkedve, mint mondjuk a 2 hónapja, hanem hogy tök jó dolog, hogy be tudnak épülni az újabb mongufták is aktívan, ha jönnek rájukba. Ja, hát ne is mondd, Anna, most már közeledünk, most már mindjárt 6100 is meg lesz, kevesebb mint 40 feliratkozó, és meg lesz a 6100. Na. Na most van 61-en. De hát tudjuk, hogy mozog, de hogy 6061 van most, amit tálásan köszönöm. Hát igen, de hát van az a csodatos trollunk is. Tudjuk, de figyelj, ahhoz képest most figyelj, 24 órás, az tényleg egy mongufta ünneplés volt, mert ott is lett plusz 3 feliratkozó, de most nem az növelte. Volt régebben, hogy olyan 24 órásunk, hogy az alatt 70-en iratkoztak fel, de azért már akkor meg még kevésen ismerték, és a 24 órásat meg bedobta nekik random. Volt olyan 24 órásunk is. Én úgy emlékszem, hogy Dave, amikor még úgy nevezted el FSO live-okat, hogy időjövezet. Én volt akkor találtam rá az egyikre. Tudom, de még én ilyen nem tudom, ilyen 60 vagy 70. részén találtam ide. És tényleg, tehát ha valaki beír, hogy induljon az SSO, és mit tudom én, akkor tényleg vissza tudja nézni, de ez mennyivel rossz volt. Na most nem figyeltem.
Ki is estem. Én nem baj, van, aki bent van rajtam kívül, a krokodil, az a Pati. Ben vagy? Ez én vagyok, én kiestem. Nem. Ó, akkor izén maradt bent, baj. Baj. Na, pont jó. Most kör volt. Igen, ez a baj, hogyha... Tehát, tudok koronát szerezni például, nem live-ba, ahol nem beszélek. De ezt már megállapítottuk, hogy live-ba azért sok minden eltereli a figyelmem, viszont szeretem attól független. Igen, csak ó, de ezt úgy hogy... szeretem! Nekem ez benne van a én top 5 kedvencemben. Én ezt nagyon szeretem. Én hajrá! Én nagyon szeretem. Ezt szeretem. Mi a jó? Hát beleesel a lukakba és kapod a pontot. Én szeretem. Hát mondjuk én ezt a pályát még live-ot mentem, vagy 3 kört, mert már kirédzseltem az ugrásról. És az volt, hogy mi az? És így pont az utolsó egy pár emberbe jutottam be utoljára. Szia Niki, mi újság? Új profilképed van? Hogy vagy? Pont a live de vége felé, de még van 3 kör. Szoktam azért figyelni. Most én kiestem, mindig, amikor ezért valaki változtatja. Zoltán Hajdú Bátori, köszönöm szépen a 2 hónapot, szuper vagy. Én nekem sincs kedvenceim közt ez a pálya, ír a démon vagyok meg angyal. Amúgy az is durva, hogy emlékszem 7 hónappal ezelőtt, amikor bevettél a klubba, akkor mentem először írni, mertem írni először a chatbe. Hát az sem a volt. Hát az sem a volt, figyeljé. Nem. Én amúgy azt hiszem pont akkor beszéltem Dave-ben majdnem először, igen. Előtte még ugye ilyen Dave-es hívesbe beszéltem. Váó, Emi, köszönöm akkor szépen a 22 hónapot, 2 hónap és egy éves támogató leszel, hallod? Nagyon szépen köszönöm, Emi. Többek közt amúgy így is tudtok támogatni, srácok, Supercsat, Supermatrica és tagság, illetve most már van tagság ajándékozás is, de ez csak PC-ről és csak a tagok tudnak ajándékozni. Én 2 ajándékoztam a live előtt. Elején. Új, igen, most végeztem, olyan jót festettem vendégnek, Mickey szellemnek öltöztetve, és egy Jack Skellington. Úgy de jó hangzik amúgy. Igen, aki nem tudná, vagy nem emlékezne, Mickey körmös, nem tudom, hogy mondjam, nagyon-nagyon szép munkákat végez. Hát az én kezemen nem nagyon fogjátok látni. Érdekes is lenne, Dave műkörmökkel beülne egyet, de hogy tényleg nagyon-nagyon profi azok alapján, amiket Instagramon láttam, és ez itt az én... Egyszer trollkodásból be kéne nyomlodni. Aha, majd április 1-én, nem? Jó. Nem, meglátjuk majd. 2 éves, ja, hülye vagyok gyerekek, tényleg, hát a 24 az 2 év, nem egy. 12 hónap, 1 év. Valóban 2 éves támogatóm leszem, ez még durvább, hát ne viccelj már. 2 éves! Várjál már hozzá, azt hiszem kapsz is új emojit magad mellé, de nem biztos, nem tudom már. A lobatikásat azt hiszem, ezt a lobat. Igen. Emlékszem, hogy amikor először ilyen déves hívásban benn voltam, abba az úgy záródottál, hogy kiégtem. Mert nyugámban körögött a háttérben. Jaj. Csinálunk gamer körmöt, nekem Animal Crossingos volt már. Jó, de te lány vagy, most én hogy néznék ki műkörömmel? Nem, jó, nem mondom, volt már festve a körmön feketére, mikor vámpír voltam egy halloweeni buliba, akkor valóban, és ki is volt rúzsozva a szám vörös rúzsal, fú, de nem szerettem, meg az a türelem, meg megcsinálták ugye az egész arcomat fehér festékszerűvel, kiesett amúgy a mongufta? Már akkor nem nézzük végig. Szerintem ilyen. Jó. Na, nem, muszáj végignézni most már. Jó, most már megnézzük. Tehát, hogy konkrétan ne tudjátok meg, hogy én olyan nyűgös izé voltam, tehát amíg kifestették a körmömet, meg amíg a megcsinálták, a rúzsozást azt én csináltam, de hogy ameddig az egész pofámat lealapozták meg minden, én olyan nyűgös voltam, én nem értem, hogy le a kalapban nők és lányok előtt, hogy ti ezt szeretitek, meg bírjátok. Én már sima ilyen alapsminktől a falra mászok. Nem szeretem. De amúgy az meg jól sikerült, mert még díjat is nyertem, ilyen 7 vagy 8 könyvet. Igen, Halloween buliba könyveket, de jó, hozzáteszem, hogy egy könyvesboltban volt a buli. Tehát, hogy... Látom, hogy próbál engem folyamatosan beinvájtolni egy mongufta, de ne erőlködj, nem lesz több kör. Ne erőlködjetek, mert amúgy Dave nem fogadja el az invite-okat.
Nekem az volt a harmadik alkalom, hogy meg van csinálva a körmöm, ja, ez volt. Én nem tudom elviselni, ha valami van a körmömön. Hát arra rámászik egy skorpió, azt én se. Hát de én ma festettem újra egy párat, mert csomó lejött. Átküldtem Instán. Már is nézem. Na. Tényleg nem rossz. Megmutathatom neki az adásba, vagy csak nekem küldted azt? Azért megkérdezem, mielőtt így random megmutogatok. És amúgy örülök, hogy bebenézegetsz a Csatira. Mármint, hogy tudom, hogy neked is ezer dolgod van, meg nem felejtettelek nekem. Meg tudom, hogy te a Zeldánál találtál rám, de egyelőre az most nincs folytatásban, de talán jövőre. Nekiállok újra, csak az annyira egyelőre elvesztette az érdeklődésem. Amúgy én be tudnám szerintem invite-olni a Starship-ben magyarul, mert nekem írja, hogy online. Csak már megvagyunk ugye a négyen. Igen. Hát Max a Bajtíz azt mondja, hogy ő kilép a magyarul helyére, akkor lehet, vagy te. De meglátjuk. Mert igazából figyelj, három kör van hátra konkrétan. Most csak azért nézzük végig, mert elfelejtettem kilépni. Nekem is a kis unokatestvérem akarták egyszer kifesteni, de nem engedtem. Sok mindennel játszok Nintendón. Ja, nem a Zelda, ami miatt itt maradok. Én azt hittem, bocsi, teljesen hülye tévhitekben voltam. Én örülök, hogy itt vagy, tehát hogy félreértés ne essék. Minden tudod, sokszor így én elfelejtem. Tehát hogyha valakit nem látok mondjuk két hónapig, vagy háromig, van olyan mongufta, akkor így elkezdek gondolkozni, hogy de én rontottam el, vagy olyan. Szóval rájövök, hogy neki is ezer dolga van, hát mert ne tudjátok meg hányan volt, hogy ráírtam valakire, hogy szia, hogy vagy, meg megbántottalak, vagy valami, és akkor mondta, hogy dehogy is, csak dolga volt, én meg tiszta, ilyen lelkis hülye vagyok, tudod. Én is olyan vagyok, hogyha mondjuk valaki nem ér nekem egy napig, akkor már nézem, hogy megbántottam valamivel. Áááá, még egy korona! Hát mondjuk figyelj, nem kiérdemelt koronák, de legalább így is kapunk. Kettőt. Na. Akkor megmutatom nektek, milyen körmöt csinálta Niki. És akkor utána meglátjuk. Pillanat. Az én körmömet ne akarja senki se lát. Már is mutatom. Úgy. Kijelző. Itt van. Látszódik? Igen. Na ez az egyik, amit csinált. De jó! Mikkel játszol amúgy, Niki? Ez tök jó, ez nagyon jól néz ki, ahogy rá van rajzolva az egész. Nagyon jó. Ez eddig a best nálam. Akkor csinált ilyet. Az a pókos. De jó. Hallod, az a szem. Ez nagyon jó. Meg még küldött egy... itt a Miki Egereses. Jó, hát nálam ez a favorit, konkrétan mint egy festmény. Ne viccelj. Fest. És a másik az pedig a pók. Pókos mindent visz, kapsz is egy szívecskét. Na és hogyha valakit érdekel Nikinek a munkája, akkor én megosztom itt veletek az Instagramját, hát több követője van, mint feliratkozom YouTube-on. 7000, GG. De hogy itt van, nézzétek rá, srácok, és hogyha bekövetitek, az tök király. Úgyhogy ja, nagyon sok mindent csinál. Mert egyszer már bepromóztam, de én önkéntesen szeretek promózni, hogyha kérik, akkor meg nem, én fordítva működök. Hú, de jó, ez a rókás is, oda néz. Na jó, figyelj, azért mondom, hogy nekem ez kiesik az én köreimből, de attól független elismerem, hogyha valami jó. És ez jó. Na, megyünk tovább. Megy a nem leeséses alapon. De jó. TikTokon lassan 10 000-en vagyunk, hát nézd meg, figyelj, hozzál már egy pár embert munkuftán. Nem, egyszer csinálunk közös kontentet, csak azért megcsináltatom a műkörmet, hogy feliratkozzanak. Csak azért. Csak messze vagy. Mert pestei lennél, már mondanám, hogy jövő hétre egyeztetünk, azt megyek. Mint az a 10 ujjamra a különböző top 10 játékot, amivel játszunk. Ez lesz egy Pokémon Unite, ez valamelyik izé, ez egy Fall Guys, ez egy Fortnite, akkor ez egy izé, egy SSO, ide egy lovat kérek, erre egy Goose Goose, ide egy Among Us karaktert,
erre egy másik pokés játékból másmilyen dizájnú karaktert. Mit szoktunk még játszani? Várjál, aktívan. Pedig még vannak. Egy Crash Bandicootot, akkor izé, ami mondjuk később is várható és lesz. Figyelj, ide valami Valorantos genyót, meg ide egy Monguftát, az meg is van a 10. A Gartikot, tessék! Majd csinálok neked promót. Figyelj, én azt mondom, hogy ahhoz még várjunk össze sok vicces részt, és akkor úgy simán. Itt vagy, nincs kocsim, tömegközlekedek. Fordított esetben hamarabb, most is megyek Pestre megkizni, csak a Pokémonos kártyák miatt. Hozzámam. Itt vannak a kártyák, gyere. Amúgy azért most láttam, neked hogy belőle, egyikből kettő van. Most láttam, hogy Insta Story-ba kiraktad a tegnapi Unite-ozás. Igen, hát reggel. Igen. Vagy este, de igen. De ez tök jó, például ha úgy van, akkor tényleg szóljál, és akkor valamikor összefutunk, de amúgy ahhoz nem tudom. Az már ilyen inkább 7000-es ünneplésre kéne, hogy a Dave tényleg megcsinálja a körmeit. Jézusom, hogy nézni. Vagy április 1-én. Igen. Mi miért mindig ezzel a pályával kezdünk? Nem, mert nem tudom. Megindokoltam, jó? Mert nem tudom. Mert ez a kedvenc a játéknak, meg a Patinak is biztos. Nagyon. Nem tudok felkapaszkodni. Tényleg, Stumble Guys. Hú, az is kell már jövő hétre, jó, hogy mondod. Jó, akkor majd azért is hívjuk Lilit. Mert ő igazából mindig várja, legyen a Stumble-eket. Jó. Meg lesz a 7000, vállalom ingyen körömkészítést. De akkor ilyen nagyon gameresre, és csak arra az egy alkalomra. Én benne vagyok, de az még azért messze van őszintén, lehet csak jövőre számolj velem. Meglátjuk. Oké, bent vagyok. De rendben van, Niki, szabadon foglak. Itt most megállapodtunk. Majd viszek neked akkor egy Mekiből egy Happy Meal. Így is olyan rossz a Happy Meal-en már meg se, jó se lakunk. A gyantázás az elmaradt és ezt egyelőre még offoljuk is, mert azt beígértem, de mégse tartottam be, az nem. De körmöt hamarabb bevállalok, mint gyantázást. Jaj, az az... Az elmaradt fájlatlan. Igazából egyrészt gyantám sincs, most valaki idehoz egyet, akkor nem tudom, meg olyan az ingert küszöbben, nem akarjátok látni, hogy én sikítozok. Azt már szoktuk hallani. Polgárságokban. Hát ha van kedved, nyugodtan. Én nekem, Fortnite tegnapi live elején nyitottunk, a izéből lett kettő. Cutie Flyból, és a Ravlet, meg a Smeragd lett csillogos holó. Én majd megpróbálom rávenni vagy tesómat, vagy apukámat, hogy elvigyenek majd a kívánját. Uh-huh. Csak ezért. Hát fél, mi is csak ezért szoktunk, tehát én nem vagyok meg is, de így is Baxi tök cuki volt, hogy meglepett vele, nem is számoltam rá tényleg. Meg közben elmondom, nyilván megjelent a Pokémon újság második része, viszont én most azt nem vettem meg, mert nem akarok belőle tartalmat csinálni, és 1600-ért most nem érzem azt, hogy fontos lenne, hogy megvegyem, de azért elmondom, hogy aki szeretném, már van. Most jött ki a második része. Mert talióta meg sem néztem. Igen, mert te nyertél, azt hiszem. Igen, én nyertem egyet, és azóta nem néztem. Csak azért, hogy akit esetleg érdekel, a második rész most jelent meg. És ami a poén benne, hogy van benne kettő spanyol szó, amit nem fordítottak le magyarra valamiért. Nekem is sajtburesz, egy sajtburesz elég, a másik kettő Happy Mealből csak játékot veszem. Hát bőven jó az úgy. Hát én most úgy venném meg ugye a Happy Mealt, hogy ugye abba kapsz egy... Sajburgert, és akkor max veszek még egyet. Igen, háromféle doboz van egyszerre, és ki is rakta Baxi a valamelyik Poké és Facebook oldalra, hogy hogy jönnek be majd a Mekibe. Én azt hiszem, igen, Victiniset kaptam, ugye a Coinról emlékszek, meg Pikahust. Na, még hány kört fogok én itt forogni? Ezt elcsesztem, leestem, a legvégén kezdtem el. Hajrá! Akár meg már 80. köröm lesz. Látom, legyen. De el ne szúrd, hajrá! Ó, kár volt. Jó, kell mondani. Mindegy. Na, mindig ijesztünk, ez gyönyörű volt. Nem baj. Én elszédültem abba, hogy itt ezért forogtam. Oké.
Hát Tiffy, te nem is polgálsz az alul, hogy ja, nem hallasz semmit, majd ugye általában az van hangban, aki éppen játszik. És már a 199 forintos tagsággal is tudtok hangba lenni játéknál például, meg látjátok a live menetrendet, meg támogatok, meg használhatjátok a csomó egyedi emojit. Most végigmutatom nektek, hogy már milyen sok emojink van. Jelenleg ennyi. De ebből valószínű, hogy ki fog esni egy, mert az ajándéktagságok, hogyha lejárnak, akkor egy ki fog esni nagy eséllyel. Ez a rippa bucsi lesz. Meglátjuk. De én nagyon szeretem. Meg amúgy szerintem, amelyiket nem sokan használjuk, az szerintem az a... izé, a netről leszedett mongufta, vagy micsoda az. Ja, az a cukis nézős. Hát igen, meg a nápolyi ugye, már hogy nagyjából. A nápolyt azt szoktam használni. Kiesett valaki. Emi. Emi? Hiszem. Aha. Kidobott Emi, vagy mi történt? Virág volt. Azt érde, hogy kidobta. Magamat is tiltom. De nem, de... Ja, te is négyet küldt, igen, magadat is, Tiffy. És akkor jön a sima squad, visszahívtalak, Emi, mert még kettő kör van, aztán ciao, adios. Még most mondtam volna, hogy behívom a Starstable magyarul, de... Hát ő most kimaradt, tehát mondtuk, hogy időbe fel kell lépni meg minden, most az, hogy nem jelezte ki, sajnos mi erről nem tehetünk. És remélem, hogy... Mert izé nálam meg ugyan mutatta. Jaj, amúgy Ofém kitalálta angol órán, mert ugye ő az angol tanárom, hogy az egyik legidegesítő fiút beültette mellém. Ne, az nem jó. És egész órán, egész angol órán a tizé énekelt ilyen metálos izéket. Jaj. Talokat. Amúgy igen, visszatérve azt használják a legkevésbé, tényleg, amit netről mentettünk le, a nápolyi többen használják, tehát ha egynek ki kell essen, akkor valószínű, hogy ez az lesz a kakiló cica melletti. Bár a Dave meg Janos is sokszor, mert ugye keveset vagyunk egy live-ba. Bár most vasárnap most elárulom, hogy vasárnap lesz ez a szomó, mert az még pótlás, ez nem titok, hogy a tagok meg úgyis tudják már hétfő óta, de hogy ott egy outfit faktorra bejön Jana is a live-ba. Apropó angol... Sem ugye. Igen? Ja, sem olvast. Most itt eszembe holnap felelés, akkor tanuljál és mondhatod, Pati. Na, hogy akkor lesz majd olyan, hogy a modik is fognak pontozni. Hát, ha fent lesztek, akkor igen. Én fent leszek? Na, akkor pont jó napon leszel, mi, hogy tudsz jönni. Még a pontos időt nem tudom, azt még aznap derül ki, mert előtte Janával dolgunk van vasárnap, ugye megyünk az imaházba, és valamit előadnak, meg hálaadó nap lesz, úgyhogy ezért elkísérem. Úgyhogy amikor hazaértünk, megebédeltünk utána, tehát az valószínű, hogy vasárnap ilyen inkább késő délután. De még pontosat nem tudok. Amúgy szódugákat sose szerettem, hát akarom a szót, úgy is megtanulom. Amúgy ugye én angolból jó vagyok, és most lesz valami angol verseny, és az Ofőm 3 napja kérte tőlem, hogy vigyek be 2000 forintokra. A versenyre? Igen. Miért a szállás, vagy költség, vagy mit kell fizetned? Nem, tudj, és csak nézd, a verseny. És nézd, mert beugrik elém, de benn vagyok, 53 pont, második lettem. Jó, mindjárt vagyok. Hajrá, csapat, mert mindenki beérése számít. 39 pont. Oké, és. Ez még szerintem meg lehet, hajrá, Emi. Csak ügyesen. Hajrá, Emi. Ó, itt nem jó középük menned, de... Igen, ne középük próbálj, mert azt elveszik. Ja. Úgy, szélén ez biztosabb, sokkal jobb. Sima ügy. Leesett, lecsúszott. Majdnem. Ez pont olyan, mint amikor emlékszel tébe, amikor egyik lejtve izébe voltam olajosszal, és mindig lecsúsztam. Igen, szép volt baj, 10 jó, 8-dik szerintem simán tovább jutunk, úgyhogy GG. Igen. Semmi baj, ami ne viccel, csak sajnáltuk, hogy lecsúsztál. Ó, én ezért nem megyek középen. De középen itt nem jó. Én egyszer át tudtam menni, de nem szeretem ezt a középrészt.
Én mondjuk most is középen mentem. Szegény patogatott kukorica. Vagy de hallod? A sült krumplit lepatogatott kukoricázom, úgy érzem elfáradtam. Nézzétek, ilyen furcsa, furcsa hosszú patogatott kukoricát adnak a Mekibe is, nem is gondoltad volna. Ez már egy fáradtsági szint. Nem ismerem fel a kajákat, baj van. Akkor én milyen állat vagyok? Nem tudom, valószínű, hogy zöld, akkor delfin. Azért mondom, ez már azt jelzi, hogy Dave lassan fejez be a live-ot, mert a sült krumpli az nem patogatott kukorica. Jaj, ne ezt ne! Én is fartjuk. Azaz, és az a fajta patogatott kukorica, hogy van, akik sült krumplinak csúfolják. Igen. Hát mondjuk, hogyha véletlenül úgy sütik, hogy patogtatják ki, akkor látszik belőle ilyen Ó, skifol, ezt szeretem. Hali, edzek, szóval nem fogok csetet sokat lenni. Szia, Nápoly, eleve a végére érkeztél, eleve nem lesz hosszú a live, de örülök, hogy benéztél. Hogy vagy, Mizu? Még mindig nem újult meg a tagságod, azért jelzek, mert azt hiszem mondtad, hogy meg akarod, csak nem sikerült akkor ezek szerint. Mondtad is, hogy majd ránézel, hogy mi lehetett a gond, és ezt csak azért mondom, hogy ne felejtsd el, vagy esetleg, hogy nem-e sikerült rájönni, hogy mi okozza a problémát, mert bárki azt hinné, hogy Dave kötelezően mondja, hogy igen, a tagság. Csak hát nyilván szeretné ő is tudni a live menetrendet, szeretné használni az emojikat, mivel eleve van egy külön nápolyi emojia, csak valamiért nem újította meg a rendszer neki. Mert hülye néha a YouTube is. Hoppá, kétszer beugrottam az aranyba, hajrá csapat, remélem ti is ilyen jók vagytok. Ez de beképzelt volt. Edward Kunz, szia-szia, üdvözletem. Hogy vagy? És amúgy mi újság, Nápoly, örülök, hogy itt vagy viccet félretéve. Hogy megy az edzés, hogy vannak a malacok? Inkább erre válaszolj, ez fontosabb. Mondjuk, aki új nézve, amúgy ez még talán meg lehet. Érteni. Most jöttem. Örülök, hogy benéztél. Ez már nagyon az utolsó körök egyike, és most pont elbénázom. Nem. Nem vagyunk. De majdnem, szerintem be fogja fizetni magát addig, ha úgy van. Ki is vesz DC-ről múltkor, és ez volt Animat, nem igen meremek. Ja, igen. Hát nem, magától nem fogja befizetni, tehát hogyha egyszer lemondódott, akkor azt neked kell megújítani. Tehát hogyha a dollár jelnél, most elmondom, hogy nekem is volt, most janáit kellett megújítanom. Mármint az ő tagságát nálam. Hogyha nem megy rá arra, hogy újra csatlakozás, akkor magától nem fog megindulni. Tehát, hogy ezt be kell nyomni. Ezt azért mondom, hogy azt várhatjuk, hogy magától. Tehát, hogy azért, hogy ne ringassuk így tévképzetekben magunkat, nem fog magától megújulni. És nyugodtan, hogyha úgy van, mondd meg, hogy ez marad 199, nem tervezek emelni attól, hogy az árak mennek. Előadtuk a táncot. Utolsó kör, gyertek, szóló. Előadtuk a táncot, a malacok boldogak, most már egy részen forgácsa vannak, de jó. És hogy ment a tánc? Mert mondtad, hogy tudtam, hogy lesz táncotok, csak mondtad, hogy izgultál, hogy megy meg minden. Azért mondom, hogy majd nézd rá, mert önmagától nem fog, be kell nyomni, hogy ismétlés, vagy valami megújítás, valami ilyesmit ír ki, nem tudom pontosan fejből, mert ugye én is csak napokkal ezelőtt csináltam. De az is lehet, hogy simán amúgy meg addig kapsz, nem tudom, tehát meglátjuk. Ment, picit elcsúsztunk a közepén, de szépen visszahoztuk. Na, hát félem megesik. Én olyan kétballábas vagyok, én nem tudok táncolni, én biztos elrontanám. Én nagyon-nagyon nem. Én és a zene azt szeretem, csak nem tudok, rá kell lépni a ritmusra, mellé lépek a ritmusnak. Mióta live volsz? Alapvetően vagy ma? Ma szerintem ilyen 4 óra... 5-kor kezdtem. 2,5, igen, 2,5 órája. Szia, Muci! 5 óra után kezdtem egy pár perc csúszásra. Be akar gyűnni egy molylepke. Nem tud. Ajaj, már nem iszol egy szanyag a szobámba. Mertem holnap megint 6 új szúnyog csípésre fogok felpálni. Dehogy legközelebb titeket hívlak, tverkedünk majd a színpadon. Az de jó lenne. Én meg a tverkelés, hagyjad már. Kettőt jobbra, egyet balra se tudok menni. Nemhogy normálisan.
Azért mondom, hogy én nagyon bénán táncolok. Régen egyszer-kétszer elmentünk ilyen táncházba, ahol népzene volt, meg minden, de én nagyon kellemetlenül éreztem magam, mert nem tudok jól mozogni. Ezért szerintem jobban énekelek. Még a hangom is valami jó. Én tegnap előtt két mojlepkét tessékeltem ki a kocsiból. Mindjárt elolvasom, csak figyelnem kell. Ne, valaki úgy leesne. Ben vagyok. És ajtóba dumával kihessentettem őket. Aha. Verkelni kell, akkor itt vagyok. Jó macska, hányos mozdulatom van. Jaj. Én és a tánc két külön dolog. Igen, azt akartad írni, igen. Milyen mojt, mi az? Ben vagytok amúgy? Igen, bent vagyunk. Jó, jó. Mojlepke, vagy poloska, vagy mire gondolsz? Es. Ez megnézd már, itt lent csövekzik. Ja, azért az volt egyszer, hogy mi az? Bejött a terembe egy darázs, és a fél osztály úgy elkezdett sikítozni. Igen, ezt mesélted. Ilyen, és hogy így múltkor bejött, mi az, földrajzórára, én ott ülök, ők ott elkezdenek ott sikítozni, mint ahogy szokták. Legtöbbször kettő lánya mögöttem. Az igen. Izé, megsüketülök, miközben ők ott sikítoznak. Jaj, ne. Csizé. Az a kis bogár, ami olyan, mint a mojlepke. Hát nem tudom. Várjál, tudom, mire gondolsz te. Pillangó. Ami a cefre fölött szokott lenni, meg ha megrohad a gyümölcs, ugye? Mi? Nekem se ugrik be a neve. Muslinca, azaz, azaz. De hallottam azt már muslicának is, ennélkül. Légy. Szúnyog. Igen, de nevén. Az nem bugár. Szia, Deathlord, jó estét! Utolsó körökre érkeztél, mert utolsó szóló részt játsszuk. De örülök, hogy benéztél. Piros és zöld van mindenhol. Uh-huh. Piros. Na, nem tudom melyik piros. Azt hiszem ez piros. De ez le fog tolni minket, nem. Olyan, mint a tanárnéni letol minket, ha rosszak vagyunk. Érted? Na, narancssárga, piros, zöld, citrom. Narancs, piros, zöld, citrom. Narancs, piros, zöld, citrom. Én csak három szint láttam. Piros, ide gyere, Pati, itt vagyok. Piros. Látom. Négy szín volt, és most lesz a baj az öttel. És nézd meg, le akar lökni a kis genyláda. Narancs, sárga, piros. Baj van, nem tudom. Zöld. Másik sárga. Piros, narancs, sárga, kék. Piros, narancs, sárga, kék. Sárga, zöld, sárga, piros. Nem tudom. Piros. Az-e az, ahol vagyok? Jó, majdnem lesétáltam róla. Én is nem vagyok. De majd löknek le. Vigyázni kell. Jó, bent vagyunk. Ez nem is volt annyira nehéz. Ez most nem. Azt hittem rosszabbul fog menni. Mi újság, Deathlord? Hogy vagy? Aki még most érkezett, majd csapassa meg a like gombot, illetve meséltek, hogy hogy vagytok, hogy telt a nap. Most van csütörtök, néha már azt sem tudom, milyen nap. Komolyan megkérdeztem Janát is, hogy ma péntek van, csütörtök vagy szerda? Mondom, az... Én nem Nikitől kérdeztem már. Ezt hittem péntek van, Nikitől megkérdezem, péntek van, vagy ez a... Igen, vasárnap. Alapvetően a Tundra Run ez jó pálya lenne, de mivel már ez a harmadik, ezért kevesen jutunk be, így nem biztos, hogy a legpraktikusabb. Meg vagy 6-féle nehezítés van, szóval... Ebben rengeteg nehezítés betettek, ez így sokkal rosszabb. Mármint, hogy sokkal-sokkal nehezebb. Mert a legvégén ugye, mikor leesünk. De hajrá! Szerintem annyira nehéz. Itt amúgy én nem merek oldalt elindulni a hexagonon, én megyek normálon. Én se, de mindenki oda megy szinte. Igen. De a golyók is több golyót lő, mint alapvetően. Mhm.
itt ezeknél a rudaknál itt középen az a jó, hogy itt közöttük ellátnánk, és akkor sokkal könnyen, mintha... És hozzád se ér kb. Igen. Na, mész középült vagy oldalt? Oldalt. Én most megyek középült. Középült. Átmentem. Én is. Amúgy középen tök könnyű. És akkor itt jön a hexagonos rész, ami gond lehet. Igen. Á, gyönyörű harmadik. Nem mertem jobban berohanni. Na, én középen mondtam. És ötödik lettem. Szép. GG. És nagyon szépen beért a másik Emi is. Másik mongufta. Volt ma német órán sikerélményem, munkafizet kitöltésénél, végre nem maradtam le. Hallás után leírtam a dolgokat. Na hát ügyes vagy, Nápai. Volt szerencsém ma élőben látni egy Asus ROG RTX 4090-et. Hát nehéz és nagyon nagy darab. Baj, kiesett. Az igen. Én nem egészen tudom, hogy az mi lenne, de örülök, hogyha láttad. Rip, baj, tíznek. Igen, láttuk, hogy pont majdnem meg lett. Ezért van a rip, és nekünk azért van a GG. Hát ez kemény lesz, gyerekek. Á, tényleg. Én rólam nem fogod letétni. Azért van az Emi meg a Pati is, de hogyha csak ők vannak mellettem, sajnos muszáj. De rajta nem is lesz. Legerős a videókártya a piacon. Tényleg, le kell szedni a farkat másról. A lényeg az, hogy a végén jó, legyen farkat. És van hexagon is. Itt van, aki fönt szokott menni, nem igen. Ott a trolla. Én nem megyek fel. Nekem van. Neked van, Dave. Van nekem farka. Nincs. Nekem alapból van, de itt most már dupla farka van. Mármint... mondjuk az én karakteremnek is van. Ó, egyből repülök. Figyeld, fellöktek az égbe ezek a csövek. Elvették a farkamat! Elvettem. Kaptok lentre egy bombát, mit szóltok? Ó, köszönjük. Szerintem kell. Mondjuk igazából ez a játék, ahol elég az utolsó egy percbe farkat lopni. Vagy utolsó egy másodpercbe is, pontosítva. Leneszed rólam, mongufta társam. Nem most jól tudom, de úgyis le fogják rólam rántani az utolsó. A baj, hogy a legkellemetlenebb, mikor végig rajtad van, és az utolsó két másodpercbe leszedik. Emi? Elvették megint. Emi. Jaj, de jó. Egyszer volt farkamból. Én még jól tartom. Én még jól nyomom még itt. Hárban jönnek utána, nagyon-nagyon szeretnek engem. Az a baj, hogy 27 másodperc. Ne, leszedni! Gyere vissza. Elloptam a farkadat! Ijjjjjjjó! Én egy Emiről nem akarom lerántani. Az a baj, hogy rólam meg lefogják. Na, most már majdnem Dave-re mentem rá. Megvan! Ne, nekem nincs. Fél percet volt rajtam. Eminek megmaradt? Nem ott tudom. Október 25-én napfogyatkozás lesz, nem tudtam. Benn van az Emi is. Ez az, GG. Nem, én nem akartam genyó lenni, nem akartam leszedni a mongúftákról. Most egy kedves gesztus volt részedről. Finálé. Ezt hát jó. Mondjuk úgy se szeretem. Ez nekem se a kedvencem. Emi, sok sikert kívánok. Na, legyen korona. Legyen. Mondjuk ebben jó is vagyok, csak nem szeret. Ezt nyerted meg a 24 órásban, nem Pati live-ba. Igen, jó, van ventilátor? Hát nem már, a ventilátor körbe fog menni, az lelök. Nem baj, én így is meg tudtam csinálni egyszer. Én nekem ez baj. Igen, szerintem amit leszedted egyszer rólam a farkat, de amúgy nem baj. Basszus! Pont az szakad le! Jó, nyugi, meg vagyok! Túléltem! Az a lényeg, hogy szerintem amúgy ott nagyon a szélén maradjál, és akkor szerintem nem nagyon fog lelopni a... És mennyi ventilátorral szem, igen. És hogy mennyi vele szembe, hogy nem nagyon... Azért, jaj, ne nagyon lökjön. Mit csináltam. És tudja, hogy az lesz, hogy pont az a kettő, ami ott van még ott külön, az lesz van. Aha. Ahova már sehogy se tudsz elérni. Hát tudja, valami ilyesmi lesz.
Ami kiesett. Rip. Az rip. De én ne fontos. De, muszáj. Én maximum havonta egyszer így néha megfogtak az ember két ügyet. De amúgy én nekem nem szokás. Lefújt a ventilátor. Ne. Befújt konkrétan oda, és onnan nem bírtam visszajönni. És utána meg az oszlop volt. Igen. Azért mondom, hogy ventilátor nélkül ezt már nyertem meg, de ventilátorral nem. Én ventilátorral is már nyertem. Na megnézem, hogy ki lesz. Én ebben jó vagyok, csak mégsem. Igen. Mert hogy attól függ, hogy milyen nehezik. Aha, azt is lefújta, de látod, azt is a ventilátor lökte le, nem magától esett le. Uh-huh. Na melyik kék nyer, a villámos vagy a sima? Villámos. Csak villámos vagy sima, gyorsan mindenki írjon egyet, melyik nyer? Villámos az jó toj. A villámos vagy a szemüveg? Jól tolják amúgy. Uh-huh. Egyelőre a villám vezet a cseten. Mindkettő ügyes amúgy, le a kalappal. Igen. Nézd meg, volt egyszer olyan live-ban, hogy mi az? Sima nyert! Kiírt Simát! Sima szia, nyert. Hancsa! Pont a legvégére majd visszanézhető lesz. Nápoly. Csak a Nápoly. Nápoly, hogyha ez fogadás lett volna, te nyerted volna az egészet. Szép. Vagy ez most izé volt szóló, ugye? Ez vagy már az utolsó kard? Volt, igen. Vége. Ja, oké. Utolsó meccs volt már, úgyhogy... Hancsa, remélem jól vagy, sajnos a live legvégére érkeztél, de örülök, hogy benéztél. Hoppá, azért megkapjuk ezt a csúnya akármilyen, ufós akármi. Ufós izé, akármi izét. Hát ilyen random skinekből nyomogattunk, de amit most ezt kaptunk, ez meg most a 35-ös szintnél kaptad. Vagy annyira lemaradva, úgyhogy én a 44-esen vagyok. Hát most sokat haladtunk azért, pont a végére értem ide. Igen, pont a legvégére, mert hogy 5 óra óta megy a live, 5 óra körül kezdtük. Jól vagyok, még röviden összefoglalom a napot, hogy voltunk le Janával sétálni, nagyon jó időnk volt, sokat dolgoztam, tegnap nagyon fáradt voltam, éjszaka is nagyon melós volt, kb. 2 órát aludtam, nagyon fáradt voltam. Úgy volt, hogy Esi felvesz egy videót az elején, de nem rögzítette a gépe, de érdemes visszanézni, hogy Esi beszélt többet az elején. Aztán azon kívül volt műköröm bemutatás, nem rajtam, de majd érdemes visszanézni, hogy mikor lehet esetleg rajtam is, meg hasonlók, furcsaságok, illetve volt pokékártya mutogatás minimális szinten, és nagyon jó meccsek, és nagyon jókat beszélgettünk közben, szerintem jókat játszottunk. Én köszönöm a meccseket mindenkinek, és holnap Pokémon Unite-tal folytatjuk délután, és az is elhangzott, hogy vasárnap pedig SSO live is várható. Dave SSO-ban lélekszilánkokat csak tornádokból lehet szerezni, a többi tevékenységét, őszi zsetont lehet majd kapni. Rendben, csak ne spoilerezzünk, ezt mindenkinek mondtam, azért köszönöm szépen. Úgyhogy majd ezt a vasárnap ráérünk, én addig fel sem lépek. Tehát, hogy én azért nem is mondtam, hogy nagy esélye kiesek én ebből a gyűjtögetős dologból, mert ezer másik dolgom van meg. Én azóta se csináltam. Így van, én és lesz outfit faktor, na majd remélem most, hát most az a terv, hogy most pihenek egy nagyon nagyot, úgyhogy kajálok és pihizek. Úgyhogy mindenkinek további szép estét, Mungufta Kárt, sziasztok, holnap találkozunk. Sziasztok.